your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Hello mindenkinek, szevasztok, Jani és Feri. Sziasztok, a Jani, mikrofon igen. Mögött, a másik oldalon pedig ti, még igen. Amíg lehet, addig tartsatok ki. És már is szeretném megköszönni. Ketten ott 2 millióan, igen. Illetve hát 3 időnként. Ki tudja, ezt nem számoljuk meg most, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki írt már a nem tudom, a Klassz FM-nek a Facebookjára, meg e-mailt is kaptunk, szépet is. Így van. Még szebbet is. Úgyhogy jöttek egészen viccesek, vagy lehet, hogy ezekre majd visszatérünk valamikor majd a hét további részében, amikor majd Balázs is visszajön, mert nyilván ez a dolog, ez mindannyiunkat érint, és nem csak szűkebb környezetünket, tehát a Morning Show-nak a stábját, hanem az egész rádió kollektíváját, és hát kaptunk nagyon-nagyon jó kis leveleket, amikben szurkolnak nekünk, hogy mielőbb, ha már lehet, akkor november előtt tegyük le a lantot, és menjünk. Igen, jöjjön a komoly műsor. Menjünk, mert egy rádiófrekvencia nem arra való, hogy vicceljenek vele. Persze, nem, hanem komoly dolgok. Na mindegy, majd erre később visszatérünk. És hát azért tényleg nagyon sokan jönnek oda, hogy nagyon kellemes beszélgetésben volt részem, ha ezt annak lehet mondani, egy kis diskurzus folytattam például egy olyan hallgatónkkal, akivel évek óta reggelenként találkozom, mindig itt az aluljáróban, de nem nagyon beszélgettünk még így egymással, mindig így, hogy rám mosolyog, én visszamosolyogok, köszönöm, én is köszönök. Sejtettem, hogy arról van szó, hogy hallgat minket reggelenként, és ez most be is bizonyosodott, mert odajött és mondta, hogy hát tudják, hogy miről van szó, nagyon-nagyon bíznak abban, hogy a kollégáival együtt, hogy lesz hosszabbítás, hogy a pályázatom hát, hogy valami indul a rádió. Igen, hogy jó lesz neki. Igen. Na, hát de ott is hallottad ezek szerint. Figyelj, ugyanez mindenhol, bárhova mész, ugyanez. Tegnap én úszodába mentem, ott állok, ilyen nyílt öltöző van, már tolnám le a gatyámat, hogy veszem föl az úszó felszerelést, és akkor jön az úszómester bácsi, ott megáll mellettem, bácsi, volt bácsi, és ugyanezeket elmondta. Nagyon jó fejek, nagyon jó fejek hallgatok, köszönjük szépen. Öltöznék, de vele nagyon kedvesek vagytok, hogy velünk vagytok, így van. És mondjátok el, tényleg gyertek oda, mert nekünk nagyon fontos, tehát ti vagytok tényleg a legfontosabbak ebbe, ahogy olyan is szoktam mondani, az a szeretet és a havi pénz. Igen. Igen. Annyira szerettem tegnap. De tényleg ez nagyon-nagyon fontos. Így van, ez így a része van. Akinek az a fontos, hogy ilyenkor is szapuljon minket, azt tegye lelke rajta. Hát, hogyha ő ettől jobban érzi magát, akkor vagy örül ennek a helyzetnek, vagy ilyesmi, hát akkor tegye meg. Hát ettől boldogabb. Nekünk az a feladatunk, hogy mindenkit, akit csak lehet, boldogát tegyünk. Azt mondom, nem tudom eddig, hol volt ő. Tudod, hogy azért mi 8 éve vagyunk. Tehát ja. Ugye, már írhatta volna a levelet korábban is például, igen, amire itt igen, egy picit próbálunk igen. Célozni, hogy tegnap kaptunk egy nagyon vicceset, én nevettem egyet rajta. Meg időnként azért SMS-ben is kapunk, és az elmúlt 3 napban azért érkeztek be olyan témájú, olyan tartalma SMS-ek, amire azért meglepődik az ember, de hát semmi baj nincsen. Hát valakinek nem virágot visznek a sírjára, nem levizeli. De legalább emlékeznek rá. Hát kinek így, kinek úgy, tudod. Na jó van, de erről majd úgyis fogtok még hallani, meg fogunk még róla beszélni. Minden egyéb egyébként a hivatalos közleményünkben ott van, ennél többet van. Mi nem nagyon tudunk hozzátenni, nyilván dolgozunk rajta. Így van, csapataink harcban állnak, a tulajdonosunk is megmondta, a rádióvezetősége is egyébként nagyon komolyan veszi ezt a dolgot, és mindent megtesznek azért, hogy november után is folytatódjon ez a sztori. Ennyi. Ennyi, pont új bekezdés. Ragyogó jó idő a mai napon. Sőt, egész héten is mindenféle fesztiválok mennek tovább, már készülünk a jövő hétre, ha jól tudom, akkor egyébként a délután folyamán lehet nyerni Rihanna jegyeket, vagy hát belépőt a Rihanna koncertre. Uh-huh. Ilyenek vannak, ugye a Klassz nyár folytatódik, ezt mindig Csabi szokta elmondani 10 óra előtt, ő tegnap meg tegnap előtt nem volt. Uh-huh. A ma viszont már kollega, lesz. Ma viszont lesz, és lehet, hogy nagyon lesz. Aha, lehet, hogy nagyon lesz. Egyébként a Rihannára visszatérve, már az a nap teltházas a szigeten, tehát mindenki kíváncsi rá. Tehát ebből látszik azért, hogy nagyon komoly világsztárról van szó, akinek nagyon sok slágere van, nem csak az a kettő, amit mi játszunk évek óta, hogy az a nap például már full csurik házas lesz, olyan, mint amilyen a Robbie Williams volt annak szerintem idén. Ebből látszik az, hogy az igazán nagy tömeget megmozgató sztárt, hogyha hozol, akkor azért az sokat dob a szigeten, mert hogyha itt végignézed az egyébkénti listát, hát az mondjuk a fiataloknak biztos, hogy sokat mondom ezt én, de így 47 évesen azért nem mindenkire kapom fel a fejem. Tehát van olyan nap a nagy színpadon, akiből nem nagyon ismerek senkit. Ez az én szegénységi bizonyítványom, én ezt adom, de nézd meg, ha hozol egy Rihannát, egy Robbie Williams, akkor meg tele van az egész. Tele van az egész, jönnek a budai kis
kis nyugdíjasok, mindenki ki akar rá menni, mert egyébként meg ez egy jó hangulatú, jó buli, és ha olyan, tényleg olyan a fellépő, akkor szívesen kimegy mindenki. Úgyhogy ez az első, azt hiszem, nulladik, vagy én már nem tudom, mit hívnak a szigeten, ezt most már tényleg nem lehet kideríteni, de tök jó, hogy jön egy ilyen világsztár, és akkor megmutatja. Még a Dombi dalát kéne valahogy benyomjuk. Én ezen tegnap gondolkoztam, hogy ha ebből, aki tegnap hallgatott bennünket, ugye Dombi a nagyszerű stand-upos barátunk, aki időről időre itt megjelenik, hát csinált egy új projektet magának. Így van. Vicc, mondjuk még egyszer, tehát nehogy valaki komolyan vegye, vicc a történet, esetleg egy nagy színpados fellépést, ha tudunk neki intézni, az nagyon-nagyon jó lesz. Majd látjuk, hogy mi van. Viszont ha már zene, akkor megígértük azt is, hogy amíg a boss szabadságon van, rendes háromnapos augusztusi hétvégéjét tölti, addig Bebe Kommandózi Jani egy-egy igencsak jól sikerült felvételt, és egyébként tegnap, képzeld el, hogy nem csak azzal jöttek ám oda hozzám, hogy jaj, mi lesz veletek, fiúk, meg hogy lesz. Hanem nem tudnám valamilyen vírust elkapni, Jani, hogy otthon maradjon. Nem, hanem marha sokan örültek a tegnapi nótának. Ugye hétfőn kezdtünk egy klasszikus átirattal, de egy ilyen nagyon-nagyon ismert nótával, és a tegnapira viszont imádták. Így van. Öt ember jött oda, hogy mi volt, azt mondtam, gyerekek, én nem emlékszem a nevére. Volbeat volt egyébként, Seal the Deal, ez volt a számnak a címe. Hát ők nagyon népszerűek egyébként a különböző rockfesztiválokon egész Európában, és ahogy tegnap is mondtam, most már inkább az óceánon túl is, de van egy rakás olyan zenekar, akik egyébként annak ellenére, hogy mondjuk, hogy a mainstream közönség részére nem sok mindent mondanak, mármint a nevük meg a dalaiknak a címe, hihetetlenül mennek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy igényes rock rádióra igenis szüksége lenne az országnak, csak a csapás irányt kellene úgy meghatározni, hogy ez mindenkinek betaláljon. Ma is egyiket egy nagyon jó kis nóta lesz, én nagyon-nagyon szeretem ezt a zenekart, a csapatnak a neve az, hogy Creed, ők annak idén ilyen post-grunge világsztároknak számítottak, 10 millió számra adták el a lemezeket így világszerte, hihetetlenül nagy csapat volt, aztán egy picit így megfáradtak a dolgok, túlságosan sokat szívtak, meg ittak, elsősorban egy zénekes srác, aztán ugye hát ez sose szokott ilyen a zenész szekció, ugye, az pedig úgy döntött, hogy megalapít egy másik zenekart, az Alter Bridge-t, ami szintén nagyon-nagyon jó volt. Én Mark Tremontit, a zenekarnak a gitárosát imádom, tehát fantasztikusan játszik, trash gyökerekkel rendelkezik az illető, de azért ebbe jótékonyan belekeveredik egy kis grunge hatás is. Az Overcome című dalt fogjuk tőlük leadni a Full Circle című albumról. Valakinek kétsége van egyébként, vannak a gitárgyártó cégek, akik mindig szoktak olyan modelleket csinálni, amit egy-egy nagyon jó zenészről neveznek el. Signature. És Tremonti, igen, Signature modell, Tremonti Signature is van. Tehát, hogy ez azért így jelzi, hogy ez a fiú ezt tud valamit, meg az egész zenekar. Na, akkor gyerünk! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva fél hét. Igen! Így van, Timberlake se rossz, de ez se. Hát más a vonal. Igen. Figyelj, jó, lendületes, emészhető, semmi gond. Ne, azt a mindenit, új kedvencem lett. Köszönöm, Jani, hajrá, klassz. Nagyon szívesen. Kedves vagy, köszönjük szépen mi is, és még számolatlan, akiknek tetszik, biztos van, akinek nem, aki nem rockzene rajongó, de szerintem na pont ez a kategória, ami emészhető, rádióban való, picit meglöki a reggeledet. Anna azt írja, hogy kicsit Daltrey, kicsit Linkin Park, a Daltrey is, meg a Linkin Park is utánuk jött. Tehát, hogy ha már kicsit ez, kicsit az, hogy inkább azt mondanám, hogy Pearl Jam, de a lényeg az, hogy Annának is tetszett. Na, akkor ők voltak viszont az alap, és ez meg milyen szép dolog. Baleset van a 86-oson Balogunyomnál, egyelőre csak a mentők vannak kint, torlódás még nincs, de lesz helyszínelés is. Ricsi írta, M0, M3 felé a Cinkotelli lehajtó előtt csúnyi trafi, baleset van az M7-esen a 98-as kilométerkőnél Siófok felé. Hát az most akkor érdekes, hogy a 98, várjál, az Budapest meg Siófok között van, vagy Siófok? Hát... Uh-huh. Nem fogom megfejteni. Igen, M1-es autópályán. Várok egyelőre. Igen, ha valaki tudja, de nyilván előtte van még, ha Budapest felől megyünk. Baleset az M1-esen, 81-es Kavics Bécs felé egy személyautó belső sávban csúnyán összetörve, a rendőrök ott vannak, torlódás még nincs, de azért csak óvatosan ott szabesz. A Mezőtúr 46-os Gyumaendrőd irányába háromlábúval mérnek, megindult a reggel, a szerda van, a hét közepe, úgyhogy a, nem tudom, a közlekedési morális ennek megfelelően romlik. Figyeljetek el, tegnap nagyon-nagyon jó volt, mindenféle tekintetben az M7-es, a család nem volt, reggel leugrottak, este visszajöttek, és csand nélkül semmiféle probléma nem volt az égvilág. Szerintem, egy kicsit odafigyelnek egymást az autósok, akkor nagy gond nem lehetnek, hogyha nem találnak ki valamilyen útkarbantartást, vagy felújítást, vagy gyalulást, vagy nem tudom, sövényvágást, akkor aztán meg pláne. Az izgalmas, hogy ezeket nyáron csinálják, amikor egy csomó ember menne nyaralni, de hogy
hogy nyilván azért, mert jó idő van, akkor nem tudom, jobban köt az aszfalt. Igaz, hogyha szeptemberre csinálják, akkor meg azért dumálunk, hogy miért pont az iskola időben. Nagyon jó, kihelyeztek ide két táblát, nem tudom, hogy észrevette, de elénk ilyen megállni tilos táblát. Igen, és a másik mi? Hogy? A másik az egyik mi, az egyik, a másik, hogy Berki Krisztián nem parkolhat itt. Nem tudom, az nincs rajta, de ez egy megállni tilos tábla, amit ilyen időszakosan szoktak ide kitenni elénk, ha Fradi meccs van, vagy valami van a Fradi pályán, ami miatt kell, nem tudom, itt ez a parkoló terület, hogy kedves BRFK, nem akarják beszedni, mert az van rajta, hogy parkolni, vagy megállni tilos, 2016. 7. hó 30-án 11 órától 7. hó 30-án este 20 óráig. Hogy az elmúlt, viszont aha, két rohadt nagy tábla, ilyen kis idéglenesen lehelyezhető talppal együtt ki van téve. Aha. Idéglenesen itt fog be a mohásodni. De meddig? Nem tudom. Meghallgatjuk, hogy miről beszélgettünk. Tegnap Dombóvári István volt a vendégünk tegnap. Remélem, hogy a zene nincs benne, mert az viszont gyilkos, amit összehozott, tehát nagyon-nagyon kemény volt a sztori, amit tegnap elhozott nekünk Dombi. Ezt most felelevenítjük, és közben lehet jelentkezni a Fekete-Fehér Igen Nemre, amelyben egy-egy az állás, tehát egyelőre döntetlen. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perccel múlt el 3:47, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, a Morning Show Janival és Ferivel. Holnaptól lesz ismételten 3-as a csapat, már ugye a klasszikus felállásban, és hát nagyon várjuk a beszámolót a elmúlt 5 napról. Hát ha majd emlékezni fog. Igen, tavaly is volt egy ilyen hétvége, azt hiszem, hogy nyomokban tartalmazott emlékeket. Igen, visszajött, és aztán gyakorlatilag nem tudott semmiről semmit mondani, mert azt mondta, hogy persze jó, nagyon jól érzték munkat, de hogy ő igazából nem emlékszik rá, de biztos vannak tanúk. Jó reggelt, az M5-ös autópálya Pest felé baleset és trafimentes, köszönjük szépen. Baleset viszont a 86-oson Balogunyomnál, most már kint vannak a helyszínelők is, és ez feltartja egy kicsit a forgalmat. Sokan megírtátok, hogy Feri, jó lenne Magyarországot ismerni, hogy Siófok a 99-es kilométernél van. Tehát vannak még hibáink, de dolgozunk rajta. Igen, így kilométerre nagyon nem tudom, de nem baj az. És nagyon sokan imádtátok a reggeli zenét, hogy vissza erre a kis rövid időre vissza a reggeli rokrovatot és egyebet, hát ma meglátjuk. Nem ígérem. Hogyha adott esetben úgy alakulnak a dolgok, ahogy nem szeretnénk, akkor és Balázs is mondjuk rábólint a dologra, akkor az utolsó hónapra visszahozhatjuk ezt a történetet. És akkor valami kis szolidabb a csemegéket, rovatocskát, és akkor még csinálunk neki talán szignált is, vagy ilyesmi, ha erre nagy igény van. Meddig ment ez a rovat? 3 évig? 3 éven igen, keresztül. Az nem sikerült szignált. 3 éven keresztül, és most, hát ugye azért végignézegettem, hogy miket hoztam be annak idején, és néha Balázs itt elszokta egy picit így sírni magát adásba, hogy így Gigi, meg úgy Gigi, meg hogy így hörgés, meg úgy vérevés, meg lánccsörgetés, meg hányas, meg akármi, meg röfögés, meg obituári, meg szepultúra, soha nem halogatott ilyen zenéket, de függetlenül mindig ezekkel példáulozik, mert és a lényeg, hogy megdöbbentő, hogy milyen zenéket hoztam be annak idején. Tehát, hogy az, mit tudom, Machine Head Old, vagy Testament, tehát, hogy egészen durva dolgokat, és lementek. Minden további nélkül. Igen, akkor ehhez képest ez a mai, hát hello. Hát ez diszkó. Ez rádió rock. Diszkó. Na szóval jó volt az a lényeg. Egy-egy az állás a Fekete-Fehér Igen Nemben, és már is jön az ember, akivel ma reggel meg fogunk küzdeni. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Imre, ma nagyon gonoszak vagyunk. Hello! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És röhög egyet, ez a aranyos. Szia, Imre! Hello! Sziasztok! Na, hol vagy te? Megy a szón? Igen, így igaz. Miskolc mellett van, ugye? Így igaz, pontosan. Mivel foglalkozol? Én vagyonőr vagyok, jelenleg. Ez olyan kicsit lemondó volt ez a jelenleg, ez ilyen kényszer vagyonőrség, mert annak idején én emlékszem, amikor ez így hír volt, hogy ahogy a vagyonőrök számlázhatnak-e, nem számlázhatnak, biztos emlékeztek rá, akkor hogy nagyon sokan így kényszerből mentek el. Nem kényszer, végül szeretem a munkámat. Képesítésed szerint mi vagy? Érettségim van. Érettség, és utána rögtön vagyonőr, vagy csináltál így, mást így, is? Így igaz, vagyonőr vagy utána. Mire vigyázol? Ez egy mezőgazdasági terület. Aha, mi egy szántó?
Gyümölcsös? Nem, ez egy telephely. Ja, telephely. Ja, egy telephely, és akkor mindenféle mezőgazdasági berendezések, gépek vannak. Így igaz, pontosan. Lopják a kombájnokat? Vagy lopnák? Nem. De ott van Imre. Ne, ott Imre. Éles szemmel vigyázz a nem tudom milyen kombányra. Figyelj, azok ilyen 70-100 milliós gépek, tehát hogy azért neked van, van ott felelősséged. Igen. Hogy egyszer csak kimennek vele. 150-ért adnák el. Egyrészt feltűnő, tudod, hogy megjelenik valaki, talán szíksz a magasságában. Elmenekülés mondjuk elég gáz a kombánynal, tehát nagy üldözéses jelenet nincs belőle. Imre, jól van, akkor kit választasz a játékra? Én Janit választom. Jó, hadd ügye meg a kávéje, pillanat. Nyugalom. Leért, köszönöm. Így van, megvagyunk. Na, akkor feszüljetek egymásnak, ugye egy-egy döntetlen most az állás, tehát vagy úgy megyünk, úgy állunk holnap az úr színe elé, hogy jók vagyunk, vagy úgy, hogy Imre, hát a hallgatók felé döntötte el az állást. Na, akkor tessék, 3-2-1 rajta. Imre, 24-48-ban nyomod? 24-be. Nem unalmas? Basszusod. Imre, figyelj, anélkül, hogy bármit tettél volna. Unalmas a szolgálat, ezt akartam kérdezni. Mivel múlhatod az időt, Imre? Olvashatsz, tévészhetsz, sportolhatsz, dobálhatsz a kutyának a portfát. Ilyeneket kellett volna kérdezni, mert bedurantod az elején egy nemet. Úristen, egy nagy tapsot fogsz kapni mindjárt a zsűrtől. Gratulálunk! Számítottál ilyen kemény harcra? Tehát, hogy ennyire bele kell feszülnöd, ennyire állni kell a sarat, az ütéseket? Ütöttük, vágtuk egymást, nem bírtuk egymást az utolsó pillanatban. Jó van, nem számítottál. Te szerintem semmire. Most a szolgált végén vagy az elején? Én most végeztem. Akkor értem, 24 óra megfigyelő állás után, figyelj, ez egy gyönyörű teljesítmény volt. Olyan, hogy bármit szóltál volna. Nyersz, Imre, gratulálunk, küldjük az ajánlatot. Csodálatosan játszottál, fantasztikus volt. Köszönöm. Hát, szevasz, hello. Sziasztok, hello. Szia. Na jó van. Naplúzere vagy. Nem, azt azért nem mondanám, még lehet bármi. Nem, hát még előttünk van egy csomó idő, például 10-ig. 2-1, akkor a hallgatók javára, eddig gratulálunk, 2 nap, és majd valaki visszahozza a játékot. A következő órában, ugye mindig, amikor nincs a Balázs, akkor mi magunk mellé rendelünk valakit, akit nagyon kedvelünk, aki volt már esetleg nálunk, vagy új befutó. A héten ugye Kis Ramival kezdtünk, aki nem volt még ilyen formában nálunk. Nem volt. Örülünk neki. Azt hittem, azt akarod mondani, hogy de nem is lesz. Ne, én szerettem. De ezek után nem is lesz. Nagyon aranyos volt egyébként. Én szerettem, aranyos volt. Én akkor szerettem meg igazán, ugye én nem vagyok egy nagy sorozat fan, tehát hogy egy-két karaktert ismerek a BK-ból, de így az egészet nagyon nem. Viszont amikor ők itt voltak hárman, akkor én nagyon megszerettem valamit. Nagyon. Számomra egyiket az, hogy szeretik a hallgatók, azt a Mission példázza jobban, mint hogy több ezer lájkot kapott a kép. És azért valljuk be őszintén, tehát most minek fessük itt magunkat, meg beszéljünk félre, amikor Balázs nincsen, és jön be valaki harmadiknak, akkor azért az szokott kapni hideget, melegen, de inkább hideget. És hát mi is azért sokszor könnyűnek találtatunk, de most ebben az esetben például arra, amit nagyon-nagyon sokan szerették, és ez tök jó volt látni. Biztos a külseje miatt van csak azért menő. Igazából mindegy is, de ő nekünk megfelelt, imádtuk. Dombi a nagy visszatérő volt, és ma megint egy olyan embert próbálunk ki, akit ti már nagyon jól ismertek. Házon belül Li, a fiatalember, és arra gondoltunk, hogy szeretnénk... Horváth Gyula műszaki igazgató. Na figyelj, az nagy műsor lenne, hogy Gyula beülne. Nem, arra gondoltunk, hogy megmutatjuk egy másik oldalát, ahogy még soha nem hallottátok, tehát hogy ő tud beszélni például, hogy nem azt tudja csak mondani, hogy a kívánság műsor telefonszámon 061. Hát azért, aki már tud beszélni, az nálunk van. A legnagyobb. Király, már itt van nálunk, hogy egy olyan férfi, akivel naponta szoktatok találkozni, így szerintem már nem nehéz kitalálni, és megmutatjuk, hogy milyen az, amikor ő reggeli műsorvezető, úgyhogy vele folytatjuk majd, de csak a hírek. És akkor tudni fogjátok, hogy miért vezet más jellegű műsor. Open your eyes. Time to wake up now. És most, SFM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 perccel múlt el 7 óra. Szevasztok, igen, jó hallottátok, Ród
Road. Egy jó kis Road számot, egy Road slágert hallhatatok. Mondjuk megmondom őszintén, hogy az érzésem az azért közel állnak, vagy közelebb állnak az olyan, hogy például a kettőben az én című jellegű nóták, mint például olyan 2015-ös Matt-on volt, de ezért ezek is kellemesek. Meg azért vagyok őszintén, a Tankcsapdán kívül is van élet a Földön, élet Magyarországon, rockvonalon, úgyhogy nem árt néha ilyen dalokat is meghallgatni, vagy betenni a rádióba. Ha van rá lehetőség. Bizony, és még van állásom. Hát csak véletlenül beesett, érted? A webbe csúszott, nem tudom, hogy történhet. Mióta van neked ilyen jogköröt, hogy zenéket rakosgatsz be, de komolyan. Így van. És egyébként meg nagyon sok mellé kattintott. Így van. Tekertem a rádiót, és nem találtam először a Klassz FM-et, mert valami Isten király rock rádió szólt a helyén. Aztán, de jó, köszi srácok, egy olyan jobb a reggel a Roaddal, és veletek szép napot. Aztán valaki csak ennyit ír, Road, és mellette pedig felfelé mutató hüvelykújabb karmot. Nagyon kedves, aki nekem tulajdonítja, mert hogy ugye mi nagyon jobban vagyunk a Mátéval, de gyerekek rockzenébe, a Jani az Isten király, tehát ő hozta a reggelit is, ezt is. Így van. Örök hála is, köszönet neki, érte. Meg hát nyilván Máté is most úgy ébredt, hogy egy 10-15 forinttal azért csak több jött a persze, meg így van. Utalásból. Így van, és aztán a műsor után is én állok majd a szőnyegnek a széle, de ezt bátran vállalom egyébként. Így van, tartalak. Mert régebben, ugye én annak idején hivatásos katona szerettem volna lenni, ami sajnos nem jöhetett össze, de hogyha innen kirúgnak, akkor mehetek közmunkásnak, közmunkások hivatásos katonának. Tehát lehet közmunkásként hivatásos katona, eléred életcélodat. Így van. De jó. Volt benne egy nagy kanyar a rádiózással, de végre sikerül. M5 Trafi Pest irányába 136-oson Kornél, köszi, M7-es Siófok sóstói lehajtó lezárva Nagykanizsa felé, Devil írt a 442-es főút Kunszent Márton közelében, kamion az árokban, jaj, hamarosan útlezárás lehet számítani, Tomika Enyingen a 64-es főúton szintén Trafipax, köszönöm szépen, Puder. Nyilván azt köszöni meg, hogy bemondjuk, hát persze, ami ilyen fontos információ, azt megosztjuk veletek. Na hát, ahogy az előbb már felvezettük, a férfi, aki azon kívül, hogy kinek küldöd és mit, itt van velük, a Bázi Csaba! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Csabi! Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki szereti. Én, de te jó! Jaj, de jó, már 10 óra. Igen, mehetünk haza, maradsz, és egy kívánság műsort meghosszítjuk. Az nagyon kemény, hogy a hallgatók egy része milyen könnyen adná Balást egy Róddal ér. Látjátok az SMS valamit. Így, jó, hát ilyen minőségre cserélni érte, csak másfajtára. Na, így is van. Ennyi de lehet, a Balázs régben engedte neked, nem? Tehát, egy alkalommal. Volt, de hát azokra már megöregedett, és azért közelebb van már a B oldalhoz. És te is puhulsz. Már nem játszod le ezeket a csatákat vele. Teljesen egyértelmű. Ott nem is tudom igazából. Igen, ő nagyon sokáig örült a rokrovatnak, hogy de jó, és akkor vagy a Jani húzott be egy erősebbet, de szerintem nem volt, mert ugyanak... Nem, mert olyankor mindig kiment olvasni bulvárlapokat, tehát nem hallotta, hogy igazából mészol a rádióban. De lehet, hogy olvasta utána az SMS falat, az alapján döntött, nem? Lehetséges, hogy kaptuk olyat, vagy hát az akkori programigazgatónk, a szép emlékű, esetleg azt mondta, hogy szerint ez nem való egy ilyen rádióban, nem? A Balázs az híres volt erről, hogy hallgatott a programigazgatókra mindig is. Ez mondjuk igaz. Hozzáteszem, én azt gondolom, hogy akik az utóbbi 10 évben mondjuk arról beszéltek, hogy mi kell egy rádióba, egy kereskedelmi rádióra reggelenként zenék, azok már vagy nem dolgoznak ott, vagy másik rádiónál dolgoznak, vagy nem igazán jöttek a számításaik. Tehát nagyon sok embernek nem sikerült eddig eltalálni, hogy mit kéne hallgatni reggelenként. És hát az első SMS neked, Csabi, na, úgy hiányoztál. De mert ugye Szabin voltam egyébként az elmúlt két napban. Na tényleg, hol? Hát Csabi, Szabin. Most Csabi, csak Pesten voltam turista, képzeljétek el. Hétfőn igazából semmi, jöttek külföldi rokonok. Velük voltunk itt napközben, és aztán tegnap meg úgy döntöttünk, hogy elmegyünk libegőzni. Hát azt a mindenit! Most már 11 éves a rólam, elmúlt 11 és fél, és még életében nem ült a libegő, nem beszélve ugye a Demeterről, a kicsi, úgyhogy azt gondoltuk, hogy legyünk turisták Budapesten, felmentünk a libegőhöz, értelemszerűen a libegővel fel a kilátóba, onnan jól megnéztük gyönyörű szép városunkat, hihetetlen. Nagyon, ha már fenn voltunk a város legtetején, tehát a legfelső ponton, akkor azt gondoltuk, hogy alászállunk a mélybe, és mivel közel van egymáshoz a kettő, elmentünk a Pálvölgyi barlangba. Ott vannak ilyen vezetett túrák, és egy ilyen jó kis egyórás túra, ott sem voltunk még soha. Zseniális volt. Látod, mikor elengedte a kezed édesanyját Szekszárdról, hát igen, azt hitte, hogy majd művelődsz, meg érted, színház, meg kultúra, igen, Budapesten. Az is megvolt. Nagyon nem jó. Színház, hanem inkább rock koncertre. Igen, és menjetek majd el, ott van az állatkert. Tök érdekes. Ott már voltunk. Nagyon jó. Állatkerteket már végig. Igen, a Vidán Parkot lekéstétek sajnos, tehát oda már nem tudtok menni. Hiszen ott is voltunk, amíg még ment. Nézzétek meg a koronát a parlamentben. Na, az például még nem volt meglátott, parlamentben sem voltunk. Tök izgalmas, belülről is
Már nem azért, amiről gondoljátok, hanem hogy építészetileg gyönyörű. Gyönyörű. Tök érdekes, mert felmentünk tegnap az Erzsébet kilátóba, és az volt az első, amit a gyerekeim mondtak, hogy nézzétek ott a parlamentet, az egyből kiszúrták. És te mondtad, hogy nem az a bazilika, de jó lesz a kicsit arra. Szerintem. És arra volt a vígvam. Igen, ott is mennyit ittunk. De az is egy jó túra lenne egyébként, így végigvezetni valakit a városon. És megmutatni neki azokat a helyeket, amik azok a kocsmák, ahol nem tudom, a Sámsonga Besz, aki annak idén ugye a gangstazol és a kártában volt, itt verekedett sokat a pankokkal, vagy nem tudom, tehát, hogy lehetne ilyen kis túrát szervezni. Így volt az első fellépése, a szirigy-mirigyne. Igen. Egyébként most divat Budapesten az ilyen kicsit másféle túrázás, egy csomóan csinálják azt, hogy például ilyen elveszettnek itt padlásokra visznek föl, és azt mondják, akik voltak, én magam még nem voltam, csak beszéltem egy emberrel, hogy olyan építészeti csodákat, meg olyan kis eldugott zugokat mutatnak meg, amiről nem is gondolnád, hogy ott van, és fölvisznek tényleg egy padlásra, kinyitja a padlás ablakot, és ott van a bazilika teteje veled szemben. Tehát, hogy ilyen tök jó, szerintem a kocsmatúra abszolút, így áll a Baházi Csabival, így végig Csabi életét. Szeptember 19-től Csabi. Lehet, hogy már én nem bírnám. Ez már nem az a Csabi. De túravezetőnek lehet, hogy elmegyek egy ilyenre. Anekdóták. És egyébként hogy egyre több, ugye a tetőterasz, meg nem tudom, már teraszon lehet jogázni, meg nem tudom, most már tényleg vannak ilyen kocsmák, pont a múltkor láttam egy összeállítást, hogy Pesten melyik a 10 legjobb, tehát hogy ezek szerint akkor mennyi van, ahol ki lehet menni egy háznak a tetejére, és ott lehet, nem tudom, kólázni, meg fröccsözni, és közben nem tudom élvezni azt, hogy ott kicsit nagyobb a szél, tehát nem kell megfőni nyáron. De a lakástulajdonosa is tud erről, hogy, hogy valaki csak itt szamizet. Lehet, hogy pont a lakástulajdonosa tölti bele a szódát a borodba, tehát ezt nem lehet is. Ezekből a helyekből csak 8 fizetett azért, hogy rajta legyen. Jó, hát azt tud egy kicsit ilyen szubjektív lenni ezek a listák. És egyébként aztán a tegnapi túránkat egy ilyen estebéddel zártuk le, tudom én délután 5 körül. Hát az már nem jó ebédnek, de még nem egy ebédnek. Ne legyél motoros, arra itt vagyok én. Igen, köszönöm, így van, Erik. És egyébként Ferinek az asztal, a lécine. A barlangból kijöve, pont ezen gondolkodunk, hogy menjünk a Liszt Ferenc térre, és esetleg hívjuk fel a Ferit, hogy van-e szabad hely. Nem volt. De jöttetek volna, neked csinálok. De lemerült a telefonom, úgyhogy nem hívtalak. Nem, valahogy úgy alakult, hogy aztán befordultunk Gianni-hoz. Mert az már egy ilyen régi vágyunk volt, ott se voltunk. Ott se voltatok? Nem. Ti mit csináltok az életetekben? A kerület, tényleg. A mi kerületünkben... Jó, az mondjuk nem libegő kategória, tehát hogy nem rossz, de azért. Nem mi kerületünkben minden van, tehát nem nagyon kell kijönnünk, érted? Tehát jó, libegő nincs. Tehát... Na, tessék, Gianni van, nincs. De tessék, parlament van, nincs. Tessék. Jó, de hát, hogy amúgy meg el vagyunk mi ott a mi kis kerületünkben, de amikor beindulunk, hogy akkor most turistáskodunk, akkor elsőként ezt szerettük volna kipróbálni, mert hogy onnan nagyon sokszor hozott az én unoklásom nekünk pizzát. Aha. Tehát, hogy az úgy megvolt, hogy az ízek, Gianni-féle ízek, és akkor most beültünk, és akkor ott ettünk egy jót, fagyisztunk egy jót, és akkor így zártuk az estét. Én a papfújtóra emlékszem. Az nagyon az egyik kollega az RTL-nél ajánlotta, hogy mondta, hogy hát ez egy fantasztikus ilyen dolog, mert hogy hoznak egy parmezánt, aminek ki van vájva a közep, egy parmezán sajt, egy 30 kilósat, és abban forgatják, abban a kis árokban, amit ebbe a sajtba vágtak, abban forgatják meg majd a kis általában pennét. És gyakorlatilag ennyi, sajtos tészt az egész, de orbitálisan jó. Meg ugye a körítés hozzá, hogy a frissen kifőt belerakja a frissen kifőt pennét az óriási sajtkorongba, és akkor kanállal elkezd kaparni az oldalát, és már maga a látvány olyan jó, hogy úristen, azt érzed, hogy kicsit ez az én nem tudom, 30 kilós sajtom. De ez is a Gianni-nál van. Ez ott van, igen. Most szóltak, hát tegnap voltam. Hát miért? Visszahívjál föl. Ez is kaptak papfújtó nevet, tehát nem azért, mert rajta kapták egy minisztránsa, hanem hogy és aztán rögtön ítélték, hanem azért, mert hogy tényleg basszus, megeszel belőle egy adagot, és véged van. Oda kellett volna. Vagy azt kellett volna. Igen, oda mentél, oda. Csak nem azt tette. Tehát miért nem kérdezel ilyeneket? Ezek... Visszamegyünk. Ezért nem jó. Így van, úgyse fizetetek. Ja, akkor nem megyünk vissza. És lesz folytatás ezeknek a turnéknak, vagy túráknak? Figyelj, nagyon-nagyon sok ötlet felmerült itt tegnap, internet segítségével. Jaj, még mi mindent lehetne megnézni. De tényleg. Tehát ez már régóta a vágyam nekem is, hogy megmutassak olyan dolgokat a gyerekeknek, hogy lássák, hogy melyik városban élünk. És nekem is van nagyon-nagyon sok minden, amit még nem láttam, nem voltam, stb. De hát például a
Szabadságszobornál sem voltunk fenn. Én annak idején igen, de a gyerekekkel még soha. Nem voltunk a Citadellánál. Ezért átmentünk már az Erzsébetűn, és mindig mondjuk, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, majd egyszer felsétálunk. Valahogy még mindig nem sikerült. Még sosem voltunk egy ilyen dunai hajókázáson például. Ezeket így... Mert hogy kézenfekvő. Még előttünk vannak. Ezzel nagyon sokszor találkozom, amikor járom így az országot a családdal, hogy beszélgetek emberekkel, és így kérdezgetem a helyi nevezetességekről őket, és azt mondják, hogy jó, hát még mindig nem voltunk, de hogyha itt belmennek két utcát, ezt balra fordulnak, akkor már is vannak. Mert kézenfekvő, hogy ott van. Tudod. Tehát, hogy elmész Ausztriába, elmész Horvátország, hú, de csodálatos helyek vannak, micsoda várak, micsoda hegyek, amik hegyeink sajnos nincsenek, majd visszakapjuk őket, de mindegy, nem érdekes. Tehát, hogy ott mindent megnézel, és minden izgalmas, minden érdekes, hogyha annak van magyar megfelelője, az nem annyira kézenfekvő, hogy ezt megnézed, mert ott van előtted bármikor felmehetsz, holnap után nem is kell szabadságra, mert nem elég rá egy hétvége. Azt valahogy mindig így kimarad a dolog. Ezért nagyon jó, ugye szerintem, amit Feri mondott az előbb, ezek az alternatív városnézések, illetve idegenvezetés, ezek, amik a legizgalmasabbak mostanában. Mert persze elmehetsz így is. Tehát, hogy így magadra felmész, felszesz a vízre, a kisföld alattra, elmész a Hősök terére, hogy körbenézel a városlégét. Ott van egyébként a Vajdahunyadvár, nem tudom, hallottál már róla, azt is nézzétek meg. Az érdemes. Érdekes egyébként, pont ezt szerettem volna mondani, hogy a Vajdahunyadvárában már rengetegszer voltunk, mert ott olyan rendezvények vannak, amire érdemes elvinni a gyerekeket. Önmagában is érdekes a Vajdahunyadvára, meg ők mentek az iskolával is, ugye a múzeumba kiállításra, sőt, mi is elvittük őket iskolán kívül. De például a biztos a Citadellán is vannak, de én oda még soha nem találtam olyan programot, ami miatt felvinném oda a gyerekeket, és valószínűleg eddig azt gondoltuk, hogy csak ott lenni, megnézni a szobrot, meg lenézni a városra, az úgy önmagában nekik nem program. Aztán tegnap kiderült, hogy nekik tetszik ez az egész, tehát hogy nekik a libegőzés is tök nagy élmény volt, meg a kilátó. Jó, hát persze kaptak ékrémet, hogy ne lenne. Motivációs erő, csak így hívom. De talán a Citadellánál is tudnánk venni nekik egy fagyit, de hogy nagyon sok ilyen van, és tényleg elmentünk egyszer tavaly, de lehet, hogy ez még idén volt, Tarcalra volt ott egy kis dolgunk, és akkor van egy ilyen Jézus szobor fenn a hegy tetején, és oda felsétáltunk, és tök jó volt. És most eszembe jutott, hogy lehet, hogy az ott élők is tudják, hogy ott van, mert látják ott a hegy tetején, de nem másznak fel. Ugyanígy vagyunk mi is a Szabadságszoborral. Meg a Citadellával. Igen. Mi is annak idején nagyon sokat jártunk fel Mónival, de mindig csak a helynek a felég jutottunk meg egymás mandulájáig, úgyhogy kimaradt egy darabig, de aztán megnéztük. De onnan is szép a kilátás, már amit látsz, ugye. Hát, inkább benézett a Jani, mit kinézett. A belátása szebb volt. Ó, gyerek, de szép fiatalkor volt ez, te, amikor nem kellett semmi, csak azt, hogy andalogsz egy hegyoldal, megtalálod a szerelmet, és már jó van, is. Keres egy lámpát, ami nem világít. Igen, egy üres padot, és nekünk már jó minden. Van, félresöbről a cigarettacsíkiket, meg a sörös dobozokat. Istenem, de szép. Nem veszel nagy levegőt az orrodon keresztül, hogy a hajléktalan pisiszak ne érjen oda, és kész. Igen. Hát ezek már így elfelejtjük. De meg nem érdekelt meg akkor nem, bennünket. Ugye? Tehát 20 nem. Évesen nem mindegy volt, az volt a lényeg. Érdekel. Egyél ott a szerelmeddel, a csajoddal, és tök jó. Most meg fújott egy csík. Igen, na hát. De a mi gyerekeink viszont ki vannak erre éhezve, tehát hogy amikor elmegyünk például a Népstadion metró megálló mellett, akkor biztos, hogy rátapadnak az ablakra, és nézik az ott lakó hajléktalanokat, és visszatérő vendégeket keresnek ott. És valamiért erre ők teljesen rá vannak állva. Tegnap is láttunk egy villamos megállóban egy néni ott aludt, és feltűnően vizes volt a hátsója, érted? Jaj, tehát, hogy, na, akkor, jó van. De neki, nem lehet, de figyelj, mind a két gyerek focizik, tehát nem lehet, hogy azért nyomják rá az ablakra az orruk, mert hogy mesélt nekik az apjuk vagy a nagyapjuk a kettős rangadókról, meg hogy mekkora meccsek voltak annak idején a Népstadionban, és nem pedig a hajléktalanok, mert nem lehet, hogy csak te látod ezt a dologban menni. De ők mondják is, hogy mit látnak. Igen? Igen. Aha. És várják, hogy az ott drogos apa az ott drogos, akkor és várják, hogy megerősítsem azt, amit ő elképzel. Pont, hogy nem, arra emlékszem, hogy ez milyen volt. Mindig visszakérdezek, hogy ez mi az a drog. Ah, egyszer le fogsz bukni, egyszer valaki elmondja, hogy mi volt a te múlt életed. Nyilván drogban nem voltál úgy annyira benne. De miről beszélsz most? Hát a party, meg a buli, meg a rockerség. Nálunk tévénézés közben szokott ez lenni, mindig kérdezi a lány, hogy drogos, nem mondom, nem, csak előre megírják a beszédeit. De vannak egyébként ilyen sorozatok, és azt ők előszeretettel nézik, és az igazság, hogy nem is nagyon tiltjuk őket tőlük, mert hogy abból azért elég sokat lehet tanulni, hogy hová lehet lesüllyedni. Vannak ezek a, most nem mondok csatornákat, de vannak ilyen sorozatok, ahol egy drogosnak az életét mutatják be, és hogy jut el a rehabilitációig, vagy a segítségig. És akkor ott a család beszél, elmesélik, hogy milyen gyerekkel, hogy jaj, de szép kisgyerek volt általában. Én a Pimp My Ride-ot jobban szerettem mondjuk, de... Hasonló az eset, csak itt lefele megy az ember. És akkor ezeket ők meg szokták nézni, és kíváncsiak a történésekre.
Megismerik vele, persze. 10 évesen ilyeneket mutogatsz a gyerekeidnek? Nem, a tévé mutogatja, csak hát van ja, náluk a tárkapcsoló, mi? De nem tudunk, hogy először néztek ilyet, akkor egy kicsit azért úgy szóltunk, hogy talán nem kellene. Mi is megnéztük, és rájöttünk, hogy ezzel ő nem kerül közelebb ahhoz, hogy ő használja, sőt. Igen, gondolom, mondjuk, hogy... ha látja, ha bemutatja jól a szenvedését, az, hogy kilátást talál, hogy nem néz ki belőle, akkor lehet, hogy még nevelő is. Én meg mondjuk külön örülök neki, mert így születnek meg a jövő death metal zenészei. Tehát, hogy... Én annak idején emlékszem a Trainspotting című filmre például. Azt én már felnőttként, vagy nem tíniként, hanem 20 évesként láttam, és azt, arra mindenki azt mondta, hogy na azt, ha megnézed, akkor biztos, hogy nem nyúlsz droghoz. Nekem az például nem jött le. Tehát, hogy nekem azzal egy kicsit még népszerűsítették is még a drogot, mert hogy ott bemutatták, hogy igen, tehát, hogy micsoda élményeket élnek ők át. Aztán persze megvolt a szenvedés, de benne volt az élmény is. Na most ezekben a dokumentum jellegű feldolgozásokban az élmény nincs benne, tehát, hogy mit ad, hanem csak a szenvedés. És hát ez igen. Szerintem ez így egy gyerek számára, vagy nem tudom, egy szülőként egy gyereknek megmutatni sokkal inkább érdemes, mint egy filmet erről, ami ahol tényleg megvan a szó. Nem mindegy, szerintem elvezünk át, mondjuk csendesen vizekre még mielőtt emiatt is kapunk egy és nem voltak elég elítélőek. Igen, rádió műsorban. De elítéljük a Csabát. De pont erről beszélt. Pont erről beszélt. Az a pecsét már megszáradt azon a papíron. Ezért kapni fogunk. Meg előre lepecsételik őket is aláírja. Csak be kell írni, milyen kapod. Mit mondtál, tarcalom volt a Jézus? Igen. A tarcalami Rió. Nem, Betlen. Érted, csak hogy átkössek a témánkra, mert ott is tarcalom is lesz olimpia. A tarcalom nem lesz. Lesz, hát figyelj, nem tudom, tarcaliak írjatok, akartok, mert akkor biztos mi tarcal Copacabanája? Azt nem tudom, de ugye van a nagy Jézus szobor tarcalom, hát Krisztus szobor van Rióban is, és az van, hogy hamarosan indul, szombaton indul ugye az olimpia, és hát óriási baj van Rióban a közbiztonsággal többek között, mert hát azt már hallottuk bizonyára mindenki látott is az interneten képeket, hogy a szállás hát kvázi romokban. Most valljuk be őszintén, amióta kiderült, hogy Rio megkapta a jogot arra, hogy nyári olimpiát rendezzen, azóta mindenki erről beszél, ettől fél, attól retteg, hogy a világ egyik legjobban ismert, sajnos a bűnözés szempontjából legjobban ismert, vagy is legjobban ismert városában fogják megrendezni az olimpiát, és mindenki retteg tőle, hogy mi lesz egy, hogy elkészülnek-e ugye időre a különböző létesítmények, hogy nem fogják kirabolni az embereket, tehát rémtörténeteket lehet hallani a favellákról, rémtörténeteket lehet arról hallani, hogy a turisták ide lehet menni, oda lehet menni, ide nem lehet menni, oda nem lehet menni. De ezt nem azok terjesztik, akik Rióval együtt versenyeztek az olimpiáján? Nem, azért ez eddig is tudható volt, hogy igen, ott ugye... Hogy gyönyörű meg minden. Igen, mindig azt mondják, hogy mondjuk a Copacabana oké, egy utca, oké, és a következőben már nem menj. De szerintem bárhova mész, mindenhol vannak nagyon jó városrészek, vannak kevésbé jó városrészek, talán nem annyira súlyos a helyzet mindenhol, mint Rióban, ahogy halljuk a híreket, de hát például ott volt a világbajnokság és a foci világbajnokság is. Igen, főpróbának az nem volt rossz. Tehát, hogy, és akkor sem derültek nem olyan dolgok ki, hogy úristen, hát itt lehetetlen turistaként bemenni, vagy inkább nem menni. Erős kézben van a sajtó, biztos. Jó, az nem jött ki a hír, az ugye az olimpiára persze értelemszerűen több sportoló megy, több vendéget várnak, több turistát várnak, meg még másfajta létesítmények is kellenek, mert a foci VB-hez csak foci stadionok kellettek idézőjelben. Itt meg azért még, ha jól tudom, azért kellett építeni ezt-azt. Aha, igen. Nem volt. Hát nem, hogy semmi nem volt. Igen. Na, visszatérve erre a dologra, azért a hírhettel rossz hírű igen. Budapesti 8. kerületen azért át tudsz úgy menni, hogy nem. Ami méltatlanul azért. Igen, ami egyébként most már méltatlanul ráadásul, de ott azért rossz a hír. Mi? De most ugyan, valószínűleg ugyanazt mondják a rióiak, érted? Hát nem, azért ott ők is azt mondják, hogy ezek a favellák, ahol ugye a szegények összezsúfolódnak. Keresztúról is ezt mondják, mondják a Csabék ott. Hogy úgy csak oda ne menjetek, mert az én a 8-ból mentem Keresztúra, nem véletlen. Így van, picit meg is ijedtek, amikor kiderült, gondolták a keresztúriak, akkor menek hegyre. Biztos ide akar költött, de tényleg? De biztos ide akar. Na, szóval ilyen hírek vannak, és nem tudjuk, mi az igazság, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy fölhívunk egy olyan embert, akinek sokkal több köze van az országhoz, meg a városhoz, mint nekünk. Mármint Rióhoz. Igen. Nem, Keresztúrhoz, Csabjá, azért, hogy itt már arról akarunk beszélni, úgyhogy itt van egy egyébként 15 éve hazánkban élő brazil lány, Pimenta. Szia, Pimenta, jó reggelt! Sziasztok, jó szia. Reggelt! Szia, jó reggelt! Pimenta egyébként ebben a pillanatban most nem Budapesten van, azt is elárulhatjuk, ugye, ha nem? Nem, Rióban vagyok, és itt két óra
28. De drága vagy, hogy fönnmaradtál, jó fél hármas. Te az olimpia miatt mentél haza, hogy ott legyél, részese legyél, esetleg indulsz valamilyen ágban, csak mi nem tudunk róla, vagy egyébként időről időre azért te hazalátogatsz. Bemutató sport lett a kapuéra. Egyébként is amúgy jöttem volna augusztusban, mert akkor van a továbbképzésünk itt Rióban, de nyilván, hogy ez egy plusz motiváció volt, hogy olimpia van az országomban, nyilván. Milyen továbbképzés? Mit csinálsz? Én kapuéredző vagyok, ugye mindjárt mester leszek, és akkor minden augusztusban a mesterünk szervezi itt Rióban minden tanárnak, aki Brazíliában tanít, és más országokban. Mi ide jövünk, és akkor két évig kapunk mindenféle órákat, tudod, hogy egyre jobban. Egyre jobbak legyetek, jobban és tudunk. Jobban tud átadni. Igen, igen, pontosan, sportágon. Pontosan. Na, beszéljünk általánosságban is Rióról egy kicsit, hogy azok, amiket mi itt elmondtunk, hogy az ember nem tévedhet egy utcával arrébb, mert akkor baja lesz, ne menjen be a favellába, mert onnan nem jön ki, hogy ezek igazak-e, és akkor utána egy picit beszélj arról, hogy most az olimpia miatt változik, vagy változott el. Jó. Jó? Jó, igazából ez ebben nagyon nagy igazság van, igazából, hogy amikor megérkeztem, képzeljetek, akkor a repülőtértől ugye taxit, taxival mentem a szállásomhoz, és letettem a cuccaim, és úgy gondoltam, hogy eszem egy ászái, tudod, ez egy ilyen gyümölcspép, amit itthon nagyon-nagyon híres. Ásztai. Mondom, igen, ászái. Ászái az nagyon itt finom, mindig gondoló eszik. Úgy gondoltam, hogy ez tök jó program, és képzeljetek, miután már egy ilyen 10 méter sétáltam, láttam, hogy követ engem egy kocsi. Oh. És kicsit megijedtem, jobbra néztem, és mondta az úr, aki a kocsiban volt, hogy elnézést, nem akarom zavarni, csak inkább aggódtam önért, mert látom, hogy követnek. És ebben a sarokban már rabolták valaki délelőtt. Szóval már elvitték egy lánynak. Bár az nap déle, ja, hogy volt rablás. Igen, pontosan. Szóval egyébként, és ez nem is volt favela, ugye ez nem is egy veszélyes környék, úgyhogy én meg vagyok szokva, hiába 15 éve élek Magyarországon, de amikor hazajövök, tudod, akkor egyből átváltozik az agyam, itt brazil módra. Szóval én meg vagyok szokva valamennyire, de azért ijesztő volt, hogy az első 3 órában már olyan helyzetben kerültem. Egyébként nem biztos, hogy akart engem rabolni, vagy elvinni bármit, de az úr mondta, hogy elég gyanúsan követték engem. Szóval mindenképpen nagyon figyelni kell. Szóval, és mit tanácsolsz? Igen, igaz. Mit tanácsolsz egyébként? Egyrészt ugye, mint a harcművészeti edző, mindjárt mestre, ugye? Másrészt pedig, hogy ha adott esetben oda megy egy magyar szurkoló, vagy bármilyen más szurkoló, a magyarok is ki fognak menni nyilván szurkolni a helyszínen, hogyha megtehetik a magyar sportolóknak. Ha hasonló szituációba keverednek, akkor mit szabad és mit nem szabad? Szerinted? Az első, hogy hova rúgjunk? Hát mindenképpen futni kell, még szerintem az a legjobb, ha mindig olyan helyen járnak, tudod, ahol több ember vannak, hogy ne legyenek egyedül semmiképpen, ne próbáljanak ilyen kerülő utcák, hogy jaj, itt gyorsabb lett, nem, semmiképpen nem érdemes. Nem annyira, tudom, hogy ahogy beszélek, olyan, mint a úristen nagyon ijesztő lenne, de tényleg semmi nem történt velem, és például itt volt ugye több mint 300 külföldi ebben a Capoeira Brasil rendezvényben, ahol én vagyok, és semmit nem hallottunk, senkivel nem történt semmit. Na jó, hát de mert azért kapuérással nem fog kikezdeni. Ez kapuérás, csak nem mennek oda arcoskodni. Képzeld, senki, hát jó, meg se támadtak bennünket. Hogy kapuérásztok, ugye, meg se támadták, de azért pont azért, mert ők is már elég zsiványok, és tudják, hogy mit érdemes és nem érdemes csinálni. Úgyhogy a magyaroknak azt mondom, hogy elsősorban a taxi sofőrökkel vigyázzanak, mert mindenképpen le akarnak húzni, mindenképpen több kör fognak járni. Ez itt Brazíliában nagyon jellemző, sajnos, szóval ez az első dolog, hogy amikor megérkeznek, akkor már nagyon figyeljenek, először nézenek a Google-ban, hogy mennyibe szokott kerülni, mert simán az lehet, hogy duplán. Például ez megtörtént, elnézés, akkor már emlékeztem, hogy az egyik haverünk megérkezett Rióból, ő már 19, vagy Amerikából, elnézés, ő már 19 éves kora óta kint lakik,
és kérte, hogy vigyenek őt Niterajban, és Copacabana-ra vitték, és dupla áron, és ott csak ott hagyták, hogy jó helyen vagy, és egyáltalán nem volt ott. Hát ez ugye ismerős, szóval ez egy bizony. Akarod mondani, ez sehol máshol nem fordulod valószínűleg a világon. Ja, csak ott legyen. Uber van. Akkor ez az első dolog. A második dolog, hogy amikor mész bulizni, ugye, akkor érdemes. Az a baj, hogy nagyon sok külföldi, ugye mi a brazilok elég jó fejek vagyunk, és nyitották, és nagyon sok külföldi azt hiszi, hogy jó, akkor emiatt lehet mindenkivel barátkozni. És nyilván lehet, nincs semmi baj, ha a bárban vagy, és akkor hívsz valaki az asztalodra, és fizetsz neki egy sört, vagy fordítva, de nem szabad hazavinni, nem szabad vinni a szállodádba, nem szabad vinni, nem szabad mondani, hol száz, nem szabad akarni tényleg egy igazi barátság csinálni. Ott lehet élvezni, tök jó, egy szamba buliban vagy, tele van brazilokkal, de nagyon kell vigyázni. Mert ugye még mindig az emberek fejében az van, hogy a külföldiek gazdagok, tele vannak. És vannak ilyen profi bűnözők, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy a külföldiek lehúzzanak, ugye? Úgyhogy mindenképpen erre vigyázni kell. Lányokkal való ismerkedés, hát ugye tudjuk, hogy gyönyörűek vagytok, hogy ti brazil lányok lehet, hát egy ilyen nagyon nagy vonzalom könnyen kialakulhat. Működik ott is ez, hogy vannak olyan hölgyek, akik... Működik. Ezzel is vigyázni kell. Én mindig azt mondom, tudod igazából mindenkinek, hogy amit otthon, illetve Magyarországon nem csinálnál, vagy nem ajánlalnál a barátodnak, akkor itthon se. Uh-huh. Szóval, ha jössz le, akkor próbáld tényleg ilyen kulturáltabb helyekre járni, nem felmenj a favelákhoz. Tudod, így tök romantikusnak tűnik, hogy akkor egy favelás csajjal ismerkedsz, és megmutatja neked a világnak a másik oldal. De nagyon veszélyes. Lehet, hogy összeáll egy bandával, lehet, hogy direkt közelebb áll hozzád, hogy elvigyen téged egy csapdába, úgyhogy tényleg annyi kell figyelni, hogy ilyen normálisabb helyekre járni, tudod, sajnos egy turistának, ha nincs mellette egy brazil, nem érdemes ilyen helyekre menni, szóval nyugodtan lehet ismerkedni brazil csajokkal, de inkább olyan helyeken, ahol látsz, hogy nem bárki bemehet, tudod? Egy olyan diszkó, aminek például belépése van. Nem kell, hogy drága legyen, de ha már 2000-3000 forint fizetni kell, hogy akkor egy diszkóban bemegy, akkor igen, akkor valószínűleg, hogy ott már nem fognak bemenni a zsiványok, tudod? Mert nekik sokkal könnyebb az a tengerparton. Piment, azt látod, a valami változás most az olimpiára alakult, tehát több a rendőr, mint egyébként szokott lenni. Több a rendőr, kevesebb a zsivány. Hát abszolút, mint az állat, ne viccelj, és 4 óra előtt kell oda menni a reptére. Tegnap egy haverom elveszítette a gépet, nem tudott visszamenni Kolumbiába, pedig 2 óra előtt már ott volt a reptéren. Annyira sok rendőr, soha nem láttam az életemben, mert nem csak a rendőrség, de a katonák is, és így maszkkal járnak, hatalmas fegyverekkel, csípekkel, így nagyon-nagyon ijesztő az egész, de persze tudunk, hogy azért, hogy biztonságban legyünk. Szóval abszolút ez a másik, hogy igazából emellett ugye a fő utcákon tele van rendőrökkel, úgyhogy emiatt egy kicsit nyugodtabb tudunk lenni, csak tényleg ezek a mellékutcákat nem lehet oda menni. Jó van. Nagyon szépen köszönjük, nagyon kimerítő. Köszönjük neked, tájékoztatást adtál. A beszámolót, és ha visszatérsz, mint mester, akkor nagyon sok embert kívánunk, aki már neked, akit oktathatsz kapujérára. Még többet. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Köszönjük, jó éjszakát neked, engedünk lefeküdni aludni hajnali 3 felé. Köszönöm. Puszi Pimenta, szia. Jó, kókuszvíz. De mindenképpen. De finom, én mindig lefekvés előtt. Én is szoktam, én arcot is mosok benne. Így van, vagy lábat, hogy ne legyen, és reggel pedig a háztáit isszuk. Azt mondott most, hogy reggel egy háztáji, este kókuszvíz. Így van. Hát figyelj, nem tudnék felszállni a villamosra, meginnék egy háztáji, főleg az apámék. 7 perccel múlt el, 7:30 a friss hírek után jövünk vissza majd a Mit mond Dóra játékkal, aki szeretne rá jelentkezni, az megteheti SMS-ben. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel!
2 perc múltán 3-4-8, egy fő kiváló Abaházi Csaba velünk. Jó reggelt! Szevasztok! Nem volt nehéz felkelni? Figyelj, én általában korán kelő vagyok, tehát a családból én kelek a legkorábban. Értelemszerűen most, hogy nincs suli, most nem kell annyira korán, de mondjuk egy órával keltem korábban, mint szoktam. Ugye jó fejek voltatok, mondtátok, hogy ne jöjjek be 6-ra, mert hogy igazából... Hát csak meg... a hallgatók miatt. Leroncsom itt a levegőt. Igen. Na, 6-tól 10-ig érted. És akkor egy hétre sikerült simán beérnem. Még fogat is mostam, tehát még ez is megcsinálj. Már miattunk. Hát nem miattunk. Mi nem voltunk ennyire figyelmesek. Abba a mikrofonban ne beszéljetek, kerüljétek, mondom a kollégáknak. Én most sem tudtam egyébként korán lefeküdni aludni, amit a Sport TV-n UFC meccsek vannak, olyan a közvetítések, élő közvetítések és sporták, de kevert harcművészet. Ja. Magyarul. UFC. Legalábbis annak a legnagyobb szervezete, ugye ennek a sportágnak a legnagyobb szervezet az Egyesült Államokban, és amiatt a közvetítések vannak, egy basszus nem igaz, le akarok feküdni aludni, és természetesen oda kapcsolok, hogy tudom, hogy mi lesz. Hogy ott ragadok, és utána pedig nem fogok tudni lefeküdni egy óra előtt, és most megint ez tört. Én úgy sajnálom azokat a gyerekeket, akik ott bántják egymást. Te meg az anyukájuk valószínűleg, egyébként más nem. Figyelj, hogy te láttam-e ilyet, Csabi? Egyrészt láttam, másrészt én azért nem sajnálom őket, mert minden sportban ugyanúgy meg kell küzdeni. Hát talán nem kapnak akkora pofonokat, de én mindig azt mondtam, hogy például a női kézilabdánál durvább sportot én még életemben nem láttam, érted? Mert itt legalább azért fel vannak rá készülve. Igen, igen. A küzdősportoknál fognak kapni pofont, érted? Jó, ez olyan, mint az én mézbe. Így van, a miniszoknyában áldogálsz az Ócsai út szélén, akkor nem csodálkozol rajta, hogyha lefékez melletted még egy-egy autó, és megkérdezi, hogy egy tuti frutti. Tehát, hogy náluk is azért, hogyha bemegy valaki, ugye a ketrecbe, akkor azért számít rá, hogy előbb-utóbb valaki képen töli, vagy comba rúgja. Tehát fél szenzációsak ezek a meccsek. Meg mondom, nem szabad elfelejteni, hogy például vannak olyan sportágok, mint akár a hoki, vagy akár mint az amerikai foci. Tehát olyan sérülések vannak, olyan ütközések vannak, olyan test-test elleni harc van, amihez képest egyébként fura módon a kevert harcművészet, ahol azért nagyon-nagyon profi, nagyon képzelt, igazi harcművészek kerülnek össze egymással. Meg hát ugye ott van azért a bíró, meg vannak szabályok. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor bemennek az emberek, ezt csépelik egymást addig, amíg neked a másik az van, mozog. Nekem az tűnik pedig, vagy olyannak tűnik. Igen, de az van, hogy ő nem akkor, aki, amit ért, nem, ennél találkozik ezzel először. Tehát, hogy ő erre készül, edzért. Tehát valószínűleg az edzésen is kapja a pofont. Tehát, hogyha nem tudom, hogy tényleg csak egy ilyen mezei focista lenne, és betévednék ketrezve, és kapnak 2 pofont, akkor nagyon sajnálnám, mert nincs erre felkészülve, nem tudja, hogy kell védekezni, hogy kell úgy esni, hogy ne sérüljön meg, stb. De hát ők erre fel vannak készülve. Van az én Demeter filmnek egy kis barátja, a Patrik, aki például bunyózik. És úgy meséli néha, hogy hát múltkor is voltam versenyen, vagy nem tudom, meccsen, kaptam 2 nagy pofont, és akkor nem fáj, nem. Tehát ő... Ez ilyen játék. Ha az én fiam kapnak, valószínűleg neki fájna, mert hogy ő nem bunyózik, érte, meg nem nincs hozzászokva az edzéshez. De hát ezek a srácok hozzá vannak szokva, meg ugye ez azért a csúcsa. Igen. Ennek a sportágnak, tehát hogy ez a rendezvénysorozat, azért ezek az emberek itt 10-15-20 éve már valamilyen harcművészettel már barátkoznak. És ott egy karatés, az előfordul, hogy egy jiu-jitsussal összeereszkedik, és ott eldől, hogy melyik a jobb sportág. Igen, igen. Csak, hogy állásban is el lehet dönteni, földharcban is olyan sokféle módja van, tehát amikor nem is kerül semmilyen szinten földharca. És mondjuk, ha én már... a fagyott pacallal való verekedésben jó vagyok, azzal be lehet. Az a baj, hogy kiszúrját, tehát mindig egy átnézik a versenyzőket, és hogyha például egy fagyott pacalt akarsz bevinni valamelyik testüregedben, akkor az előbb-utóbb kiderül. Tehát, hogy is inkább előbb. És ott is új csoportok vannak egyébként? Igen, egyértelműen. És hölgyek is vannak. De hölgyek urakkal nem? Nem. Az később az van. A jövő zenéje. Tehát azért jutott eszembe ez, mert ugye a növényi az, aki kipróbált mindenféle küzdősportot már szinte, hogy akkor ezek szerint például ilyen korbeli korlátozás nincs, tehát csak a súly az, ami... Csak a súly, természetesen vannak súlycsoportok benne. Úgyhogy annak meg külön örülök, hogy az egyik szakkommentátor, Eskovács Ádám, kiváló karatéka és jitsuka is egyben, és végre egy olyan ember van bent a stúdióban, aki ért is hozzá. Jitsuka, hát a brazil jiu-jitsuval foglalkozik. Jaj, és akkor azt már 5 éve, igen, aha. És akkor igen. És neki akkor haverja, és ezért így becézi. Jitsus meg a jitsuka. Vagy, hogy nem nőtt nagyra, hogy karatéka. Igen, hát, aha, igen, nem, az ahogy hívják, a harcművészeti könyvtár az a karatéka. Jó, meg vagyok, köszönöm szépen. Mit mond Dóra című játékunk következik? Visszafelé beszélünk. Művészhebére faszít. Hozzájállat, életeszi, hogy nem tudom.
aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Aki válaszol. Sziasztok, Fecó vagyok. Fecó, hello. Fecó, hú, nagyon rosszul hallunk. Te le tudod venni a zsebkendőt a izéről, a telefonról? Mert most pont igen, olyan, mint amikor ilyen titkos hűvason van. Hátadra tudsz fordulni? Nincs rajta sajnos semmi. Kihangosító? Semmi. Vezetékes teló? Nem, a család még alszik, ő meg bebújt a paplon alá. Ez pont az a hang. Kicsit... Nem, félreálltam autóval, félreálltam, hogy jobban halljál-e. Aha. De akkor nem kihangosító? Nem. Kicsit mozdít, csak és széléken lefelé? Beszél. Igen. Igen, fölfelé? Igen. Jó, semmi. Na most jó. Na most jó. Na most sem. Ugyanolyan, mint merről, vagy honnan telefonálsz? Szektár környéke. Istenem, nézeg a Csabinak. Eddig csak lőrinciek, meg 13. kerületiek, egyszer bejövök, és akkor egyből szexádi játékosok is vannak. Borral foglalkozol? Zöldséget szerintek. Na, hát ott is lehet, hogy zöldség, gyümölcs, szőlő, abból is az lesz, csak érdekes szexárról, miért a bor jutott eszembe, na mindegy. Saját zöldség? Vagy te csak viszed? Nem, terített. Uh-huh. Jó, na, mondom, hogy mi van. Azt mondja, van városunk, van híres emberünk, ezt idéző, de híres, és van szólásmondásunk. Melyik érdekel? Nézzük meg a várost. A várost. De miért? Hát a szexár. Uh-huh. Ja, hát a szexár. Hát a csíp. Igen. Na, a 30 másodperce van, ez alatt kétszer mutatjuk meg, ahogyha sikerül, szerintem menni fog, ki fogod találni. Na, figyelj! Nilbad. Kérem? Még egyszer. Nilbad. Írva nem így van. Nilbad. Bád a vége. Igen. Tehát? Bád. Aha. Bol. Bábony. Neil Bad. Egyébként nem tudom. Hájjáj, Dublin. Dublin. Igen, azért mondtam, hogy írva másképp van, ugye, mert Dublin, igen. De hát nem így mondta szerencsére, igen. A mi kis Dóránk, hanem Dublinnak, Neil Dubnak. Igen. Neil Badnak, bocsánat. A franc se gondolta volna, hogy ez a Dóra, ez ismer más városokat is. Mint szexárdot. Hogy nem csak magyar városokat ismer. Hát minek írtok fel neki ilyeneket? Szegény szexárdi barátunk nem tudta kitalálni. Fecó, hát pedig szerintem egyszerű volt a dolog, de azt is mondtam neked, mert így a írás meg a mondás része, hogyha összekeveredik, az agyban lehet, hogy egy kicsit nehezebb. Hát ez most nem sikerült. Vissza a répákhoz. Szevasz. Szia, szép napot, köszi, hogy játszottál velünk. Jó, hogy nem azt mondtad neki, hogy menjen vissza répázni. Egyébként mondhattam volna, aki zöldséget szállít, az például hát, répázik is. Így van, hát egy gyerekkori barátság, Navázi Csavival nem elég egy olyan végsomászhoz sajnos. Tényleg te túrtad be? De én? Hát mi közöm nekem ehhez az egészhez? Tartod még a kapcsolatot a szexárdiakkal? Hát édesanyám még jó, hát nyilván. Mi sem tartod még a kapcsolatot? Illetve ők vállalják. De egyébként ők rendszeres hallgatók, úgyhogy így is tartjuk a kapcsolatot, mindig jelzik, hogy mit hallottak. De egyébként meg igazából, hát ugye 19 volt, amikor eljöttem, sőt, még nem is voltam 19, amikor eljöttem szexárdról, azóta ez én életem is jelentősen átalakult, és valószínűleg azoknak az élete is, akikkel én gyerekkoromban jó barátságot ápoltam. Úgyhogy hát igen. Olyan nem maradtak meg. Akkor ilyen te tagadtad le őket, most meg ők téged. Gondolod, hogy van nagy engem lepagadt? Ne viccelj. Az mit jelent egyébként, hogy édesanyádik rendszeres hallgatók, amikor csörögsz, nem szólnak bele a telefonba? Á, de most biztos velünk van a mama, ha tudja, hogy itt vagy. Á, sajnos nem tudja, látod, pont ennyire vagyok rendszeresen. Nem jelzem neki mindig az aktuális történéseket. Nem szóltál neki, hogy végre beemeltünk magunk közé, nem csak 10 előtt elmondhatod a nyomva 10 Mama, nem fogod elhinni 10-ig, többet fogok beszélni, mint az elmúlt 10 évben. Összesen. 4 perc múlva 8 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Ez itt a Morning Show. 9 perccel múlt 8 óra. Szevasztok, jó reggelt. Ma reggeli sztár vendégünk a Kívánság műsor. A Bázi Csaba. Jó reggelt kívánok. Régi szép idő. Persze. Sztár vendég. Hát aki ide bejön hozzánk, ő sztár vendég. Tehát akárki most mit mondjunk, hogy... De én csak elnéztem az órát, bocsánat. Ez egy jó.
ha már itt vagyok, akkor beültem. A keleti nagykátai vonalon a vonatok 40 percet késnek. Máv, én így szeretlek, Topi. Most mi lehet, mert annyira meleg nincs, hogy meghajlik a sín, ugye hó nincs rajta, faág. Még nincs a fa levél, az majd ősszel jön. Viszont a vihar odahordhatta. Az viszont lehet, igen. Jó. Valaki ezt a zenére reagál, hogy baj lesz ebből, Vitéz urak, baj lesz ebből. Mi? Elveszik a frekvenciát? Na, most mondd meg, kegyetlen a világ. Mi egy kis zenét beteszel, azt hiszem, vége van a rádióban. A kutyafáját. Itt van még mit a 81-es. Mit gyors? Túl gyors, nem, hörgős. Ja, nem, ja nem hát az még volt. Az sem volt. De egyébként tök jó, mert nekem nyilvánítják. Tehát... Aha, lehet kérni majd. Igen. Tíz után. Szentzsi még Green Day. 81-es úton az Erdőcsárdán áll KPM ellenőrzés tipek. Simon Tornyán nemzetközi hatóság a 61-es úton köszönő Púder. Nagyon szívesen Púder, ma nem tudom, ma ilyen, ha a közlekedési hírekért adunk valamit, az biztos, hogy te kapod, mert ez az 5. SMS. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kedves. Ó, ma van Vetti születésnapja, írja nekünk Zoli. Köszönjük szépen, az Exploited énekeséről van szó. Kérjétek a Beat Bastard című számot, és küldjétek az NMHH-nak. És Vettinek természetes. Sokan írják ezt, remek zenék, Csöbik. De az egy dolog, hogy sokan írják, de én bárhová megyek, bármilyen rendezvényre, vagy csak civilként, nem tudom, a Pávölgyi barlangba, azért az így elhangzik ez a kérdés. Hello, Csöbikám! Remek zenék! Pávölgyiben is volt. Remek zenék, Csabi! Nem, most ott pont tegnap nem volt, de az az igazság, hogy azért ez a szó összetétel, hogy remek zenék, ez ugye mindig elhangzik a Balástól, és akkor valamiért, akik nagyon jó fejnek akarnak lenni, jönnek, és próbálják ezt leudánozni, de még csak meg se tudják jegyezni a remek szót. Nem tradíciót akart belőle csinálni, csak nem tudott jobbat kitalálni. Fosza zenék, tudod? És ha valamit nagyon sokszor mondasz, egy idő után az már hiányzik. Ez olyan, hogy ha mi megyünk valahova, akkor megkérdezik, hogy na, Jani, hol van meg a Balázs? Nézek körbe, mondom, hát figyelj, hétvége van, és nem járunk együtt. Tehát, hogy te se vagy együtt mindig a kollégáiddal, ezek ilyen dolgok. Na, ha már járunk valahol. Na. Én ugye velencei lakos vagyok, gyönyörűen megcsinálták a szabad strandot, ami egy tényleg nagyon-nagyon jó dolog, ott van a vasútállomás, nem messzire, tehát gyakorlatilag fél óra alatt felszállsz a déliben, ott gyorsan ott vagy, ingyenes, nincs parkolódíj, tehát a legjobb dolog nagyon a világon. Gyönyörűen megcsinálták, homokos strand van, úgy néz ki egyébként, mint Jezoló. Tényleg? Igen. Hát, de Jezolóban te már voltál? Soha életemben. Jezoló. Igen. Jezolóban vannak ilyen kis napernyők. Jezoló Olaszországban van, csak a Janinak mondjuk el, hogy az egy másik ország. Ja, tényleg, kell lenni a határon. Ja, persze, tudom, Limacello mellett. Így. Ez kis napernyők szépen sorba, ilyen asztalkákkal, tök jó néz ki az egész, és van mögötte egy hát plázának indult történt kis boltokkal, és a végén van egy nagy spár benne, egy nagy élelmiszerbolt, és én szoktam oda járni néha beszerezni dolgokat, hogy ezt mondjátok már meg nekem, hogy a kis strandra spár fürdő? Egy spár fürdő van, mindegy, egy nagy bolt, ahol lehet vásárolni, hogy a kis strandra megy. Hogy amikor bemész, mert én értem, hogy tök jó, hogy nem veszed meg a lángost, vagy a sört a büfében, a büfések ennek nyilván kevés érülnek, de hogy, mert hogy olcsóbb, ha bemész ebbe a bizonyos boltba, hogy nem lehet azt kiírni, vagy szólni embereknek, vagy belülről ez nem jön, hogy vegyél már föl egy pólót, jaj, ha bejössz a bolt. Tehát ez az a bolt, ahova be tudsz menni az utcáról, így plusz van. A strandról? A strand nincs lezárva, ez tök szabad terület, mögötte van egy gyönyörű új épület, a korzó, a Velence korzó, és annak a végében van a bolt. Oda be tudsz menni. Na de várjál, tehát akkor a strandról ugyanúgy be lehet menni, mint az utcáról. Így van. Így és van. Akkor most, ha egy strandoló ülne itt, akkor ő azt mondaná, hogy miért nem szólnak a Rákóczi féle valakiknek. Hogy ne menjen ruhába. Hát ne jöjjön már be ruhába, hát ez a strandnak a bótja. Nem a strand bótja, és most nem arról van szó, hogy kié a bót, hanem arról van szó, hogy állsz a sorban, és izzadt, nagy darab férfiak dörgölődnek hozzád ruha nélkül. Na, a ruhába dörgölődne, se örülnék neki, de vagy például, hogyha jönnének a... Így van, dörgölődni tudok a ruhás nagy darab férfinek ott van a Feri, dörgölözni. De hogyha esetleg véletlenül egy ilyen tini lányokból álló iskolás csoport menne éppen a strandra, és ők mennének vásárolni, és megtöltenék a boltot, és véletlenül, nem direkt, de véletlenül hozzá dörgölőznének, akkor biztos, hogy hazamenné, és mondaná, oh, megint nem vettem, valami ott maradt, és mennél vissza, percenként. Ha esetleg arra jár, aki ókorban lévő milfeknek imégjenek. Dörgölőzzenek nyugodtan. Dörgölőzzetek bátran. Senkit nem lökök el magam. Nem, hogy ott
van az izzadságtól csöpögő teste, nyilván mindenki izzad. De melegben te ruhában ugyanúgy izzadsz, mint ő ruha nélkül. Igen, nem? A ruha fölfogja, nem csöpögök, érted? Figyelj, annak ide, tehát hogyha mondjuk egy strandnak a büféről lenne szó, amit mind a két oldalról lehet a strand belsőjéből is, vagy a strandon belülről is, meg kívülről is lehet látogatni, nekünk annak idején ilyen volt, Szarvastárt téren május egy strandfürdő. Ott a büfé sor úgy nézett ki, hogy az egyik oldalán volt ablak az utcára, a másik oldalán pedig volt ablak ugye, a strandra. És mind a két oldalról lehetett sorba állni. Tehát nem keveredtek a strandolók, hanem strandolókkal. Igen, nem mint hogyha zavarta volna, mert a lőrincek szívesen keverednek a lőrincekkel, sőt, még az imreiekkel, és a rákosegyiekkel, és a kispestiekkel is. De nem ezt akarom, sőt, még a vecsésiekkel is, csak Laci kedvéért mondom, hogy megsértődj. Tehát, hogy ott például ezzel semmiféle probléma nincsen, mert hogy egy nyitott helyről van szó, de ugyanakkor azért a bút, amiről Feri beszél, hát... Én nem. Tehát, hogy ez picit nekem olyan, mint amikor a villamosra úgy szállnak fel emberek, hogy nincsen rajtuk. Nincsen rajtuk póló. Igen, ez egy közösségi tér. Igen. Tudom, hogy most lehet jönni ezzel a dologgal, hogy bezsek, ha jó nő megy, akkor az jó. Nyilván az jobb. Tehát, sőt, annak nagyon örülünk, de... Szóba se hoznád. De figyelj ott az de akkor azt mondanám el, hogy gyerekek, olyan két... Persze, de mondjuk a pénztárnál sorba állsz, azért valójában őszintén egy ilyen egy méteres távolságból látod valakinek a melköldök hátszőrzetét például. Uh-huh. Vagy ahogy a légkondinak a hatására mondjuk így ilyen egyás után indulnak meg a cseppecskék így a hátán, és így végig gördülnek a gerinc oszlopán. Vagy állsz ott, érted, rövidújú pólóban, vagy teszed le a kosaradat, és akkor a könyököd egyszer csak egy szőrös férfi hasba ütközik. A pólóval, B póló nélkül lehet válaszolni, akkor inkább egy ilyen pólóhoz. Nem? Tehát azt gondolod, hogy ebbe a bótba ki kellene írni, hogy a strand felől érkezők mindenképpen vegyenek fel legalább egy pólót? Hát a szomorú már ki kell írni, de lehet, hogy egyébként igen. Tehát mint ahogy érted, most nem összehasonlítva, de hogy egy csomó kulturális intézménybe, a bót nem kulturális intézmény nyilván, de hogy oda sem mész be úgy, hogy érted, templomba sem mész, rövidnadrágba, meg mit tudom én. Így van, a nudistákat sem sérted meg a gatyáddal. Na, érted? Hogy legalább egy pólót már nyilván van neki, hiszen valamiben valamilyen jött. Tehát nekem is vannak problémáim azzal, hogy a sorban állásnál, egyéb helyeken, tehát nem a strandi bótban, hanem a boltban, busz megállóban, stb. Nincs meg az igény az emberekben, hogy kellő távolságra álljanak. Tehát, hogy ez megvan. De én még például ilyen boltban nem voltam, csak azt gondolom, hogy ha oda megyek, akkor tudom, hogy az mi. Tehát, hogy nem véletlenül tévedsz oda, tudod, hogy az a strandhoz közeli bolt, és azért vásárolsz ott, mert tudom, az van hozzád legközelebb. Ha mondjuk ennyire idegesít, akkor csak találsz egy boltot máshol. De most tényleg én vagyok a hibás, hogy boltba járok. Abszolút van nem egy... vagy hibás, csak akkor ne rót fel nekik, hogy ők a strandról bejönnek. Hát, ha valaki lenne, akkor már mondaná, hogy mennyire tapterosok vagyunk, és hogy egyébként mennyire papókás, és hogy mennyire mehetnének be egyébként fürdőruhába. Hát mert szerintem nem jó. Hát ennyi, ez étterem, itt írják a hallgatók. A strand mellett étterembe bejönnek fürdőruhában, nem büféterem, és mégis be akarnak ülni póló nélkül, írja valaki. Hát igen, az más. Tehát ott azért... De most itt is élelmiszert veszel. Így van. Nem véletlen, hogy például a nudista strandon, mint az előbb idézve, nincsenek beülős helyek. Ugye? Mert hát egymás után ülnél ott lejjel. Azért érted. Most arra gondolsz, hogy valaki, nem tudom, hogy a mesztelen, izzadt testével, nem tudom, a zöldséges pultnál a legbelsőt szeretné elvenni, és ráhajol, és ráizzadott paradinnyér, amit aztán később megveszed. Amire gondolok, pölő a pölő. Érted. Na. Nem tudom, nekem ezzel így jó, még nem voltam ebben a boltban, de ilyen bajom nincs. Hát mert lőrincen nem mennek be, vagy hotel, hova keresztúr, vagy keresztúr, vagy a lőrincek soha nem mennek boltban, nélkül sem. Hozzánk már meg egy határt, hogy ömrőjünk. Szóval nekem olyan furi, de mondom, azt én értem, hogy ez egy strand mellett lévő bolt, meg ott a strandon így vannak, a strandon senkit nem zavar. Sőt, tovább megyek, még a strand büfében is egy kicsit olyan elfogadhatóbb a dolog, érted? Hogy ott lángosért állnak sorban mondjuk az emberek, föláll fürdőgatyába, oda megy, elkéri anyutól a bukszát, a pénztárcát, megveszi a lángost, visszamegy és leül, megeszi. Még az is okébb, bár szerintem ott is. Ott is vannak az érthetetlen szituációk, például az, hogy miért gondolja azt, hogy ha például hozzáér a lapockáthoz a bimbolja, akkor ő hamarabb kapja meg a lángosát. Tehát, hogy az nem például én nem értem. Nem tehát, hogy tudod, soha. Tehát lépsz egyet előre, hogy azért meglegyen ez a kis követési távolság, ami szerintem az egy kulturált, meg elvárható, és ő tovább lép ugyanazzal, sőt, még egy picit szűkebbre veszi a szituációt, igen. És kicsit úgy, mint az emberi százlábú, úgy érzitek magatokat, mert hogy már egymásra vagytok tapadva hátulról. Egy időben én azt csináltam egyébként ilyen helyzetekben, amikor nagy bevásárlókocsi volt, akkor én nem a bevásárlókocsi mögött álltam meg, amikor sorban álltam a pénztárnál, hanem előtte.
érted? Tehát, hogy maximum a kocsit tolja rám. Engem Móni meg beszokott ültetni a bevásárló kocsiba is. Egyébként a kocsis bevásárlós boltban az a módszer, amikor beállsz a sorba, hogy magad mögött van a kocsi. Ezt mondom, hogy én eljállok be a kocsi. Nem ember érintkezik emberrel, hanem ha ő nagyon közel akar jönni, akkor neki megy az én kis furikámnak, így hívják állítólag vidéken, a Nyíregyházán furikának hívják, hogy akkor az ér hozzám, ő értette, az ember nem. Úgyhogy vigyél magaddal egy ilyen kis tolókocsi. De ezt le kell tenni egy idő után, érted? Akkor ott leteszem, fölpakolok a futószalagra, leteszem a kis kosaramat, és akkor azt már nem tud pajzsként használni, mert az viszont hülyén néz ki, ha az üres kosarat ide felrakom a könyvtömre. Hát akkor ilyenkor jön elő, akkor az ő fegyverekkel kell őket legyőzni, vedd le a pólót. Üres lenne a pót. Vagy szeretnél egy olyan kasztasort, ahol ez a pólósok. Póló, az is jó. Póló nélkül. De jó vagy. Strandi kassa, utcai kassa. Ennyi. Na, akkor válasszuk így külön, bár mondjuk akkor a bolt belterületén még mindig van érintkezési feladat, vagy lehetőség. Igen. Na itt van meg, hogy nézd már a pappert, már a pisi is csípi. És nagyon sokan írják, hogy pont itt ezen a helyen van piktogram. Igen. Plusz a strandon időnként a hangos bemondón is bemondják, csak ennyire érdekli a magyar strandolót, hogy ne menjenek be a korzóba, fürdőruhába. Látod, még szólnak is. És tessék. Most így gondolkodom, hogy... Hogy téged zavar, de nem. Nem, azon gondolkodom, hogy viszonylag sokat jártunk külföldön, de leginkább Olaszországban egy nyaralás szempontjából. Sacramento-ben Csíkfecsentó. Csíkfecsentó van? De szép hely. Limoncello a legjobb. Limoncello. Hogy ott egyáltalán az emberekben megvan-e a igény, hogyha esetleg a strandot elhagyva bemennek vásárolni, akkor felvesznek-e valamit, de én úgy emlékszem, hogy igen. Tehát, hogy ez igazából ez erről szól. Mert amikor bemész a boltba a strandról, akkor valószínűleg magadhoz veszel valami kis pénzt, vagy nem tudom, tehát hogy nem úgy mész el, hogy a vízből egyből beesel a boltba, mert nincs nálad a kohóvé, hogy akkor esetleg fel lehetne venni egy pólót, erre gondolsz? És ha már eleve a strandra úgy ment ki, hogy póló nélkül, mert közel lakik, vagy közel van a szállodája, vagy a kemping, vagy jó, valami. Na most fejél, tehát most álljunk le, jó, értem neked. Akkor mindenki kapjon egy izét, egy páros pólót, érted, bejáratnál, hogy tessék felvenni, mint ahogy nem tudom, zoknit adnak a cipőboltba, hogy fel tudj próbálni egy izét, papucsot, érted, mert van ilyen, ha mezitláb ugye nem lehet cipőt próbálni. Bevásárló ilyen... póló. Hát megvendik papucs a múzeumokba. És akkor kifelé leadod, és akkor majd, amikor te mész onnan mezítelenül, akkor felveszed azt a pólót, amit már valaki az. Ja, ide kellemes ja. lenne. Nagyon jó ötlet. Splitben és Dubrovnikban már büntetnek emiatt. Teljesen jogos szerintem, busz írja valaki. A Velencei tónál való mesztelenkedésért? Igen, ha Velencén bemész és megjegyeznek, bemész Splitbe, te figyelj, 100 kuna. Azt eszem meg, ám mindenki belőlünk csinál lóvi. És Marseille-ben is ugyanez van, a Marseille strandon is büntetnek emiatt. Na de hát most akkor még azt kellene megvizsgálni, hogy ebben a bótban arányaiban ki a több vásárló? Tehát honnan jön a több vásárló? A strand felől? Nyilván a strandosok. Na. Én tökre értem azt. Én őket is megértem. Miért tiltanák ki őket, vagy szankcionálnák őket, hogyha onnan jön a nagyobb bevétel? Hát nem, most ő nem fogja tudni kitiltani. Én tökre megértem a dolgot. Figyelj, hogy nem a boltot bántod, hanem az embereket. Szeretnéd, hogyha meg lenne az igény az emberekben. Ráadásul ki is van téve. Én tökre megértem. A Szabadstrand, Velence, a legjobb hely a világon. Mondom, délibe fölszállsz, ott vagy 30 perc, légkondis, internet, intercity-s mindenféle vonattal, tök jó, leszállsz, átsétálsz, ingyenes a strand, nem kell érte fizetni, és azt is megértem, ha valaki nem akar mondjuk mint egy 400 forintért lángost venni, hanem két zsemlét vesz meg 10 deka parizert, nem értem, nincs ezzel gondom, csak hogy annyit már, hogy fölveszed a pólót, bemész, megveszed, kijössz, leveszed, megeszed, és aztán szemetet beleteszed a kukába. Mert igen, még ez és az alternatív megoldás, tényleg is ezzel egy zárva a témát, egy nagy klasszikusról beszélek, amikor van rajta póló, de has fölé van húzva. Has fölé mell a láz, megvan, nem? Pont ezzel gondolkodom, hogy hogy szoktátok lezárni az ilyen témákat, hogy azt mondjátok, hogy hogy igazad van, vagy... Ugye? Egy szóviccel, amit mondó rajátok, hogy teszem, mi az sörös doboz egy kínai fején, Dublin. Na, most ez a téma váltás, sem fektünk, igen. Tehát, hogyha már nem tudunk kijutni sem, nem tudunk egyességre jutni, akkor jön egy szóvic, és akkor megyünk tovább. A tovább pedig egy kicsike kis fekete füzet, biztos hallottátok a híreket, hogy hát az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker azt nyilatkozta, vagy Juncker azt nyilatkozta, hogy van neki 30 éve egy kicsi fekete füzete, amiben ő beleírja azokat az embereket, akik keresztbe tettek neki. Az ónál van már valaki? Szerintem
akar. Nem lehet tudni egész pontosan, mert az interjúban ő nem mondta el, így célozgatott rá, hogy kik lehetnek. Picit ebben. Dedós, nem? De azért így jól hangzik, nem? Hogy írogatja be egymás után, hogy nyen-nyen, akkor jó, brexitesek írom. Már be is írjuk. Kis Maurice-nak hívja a füzetecskét, neve is van, tehát itt azért látszik, hogy de mondjuk őróla tudjuk egyébként is, hogy vannak ilyen dolgai. Érdekes fazon. Tehát a fekete füzetnek van neve is, 30 éve, mert ő elmondta, hogy neki nagyon jó a memóriája. Emlékszik sok mindenre, tehát ha már látja a nevet, hogy benne van, akkor már beugrik, hogy aha. Miért. Azt nem írja fel, hogy miért, csak hogy ő haragszik erre az emberre, keresztbe tette neki, és akkor ez 30 éven keresztül benne van, ha bármilyen kapcsolatba kerül vele, akkor füzet, megnézi a füzetet, szóval melyek találkozóra benne van el, benne. Sazol a címlapről, hogy Jean-Claude Juncker-en felej. Igen, ez az alcíme. Most így azon gondolkodok, hogy miért? Tehát, hogy és aztán akkor mi lesz? Tehát aki benne van a fekete füzetben, az... Figyelj, előbb-utóbb pofán beri. Tehát, hogy így valószínűleg erről van szó. Ez a medvés vicc, tudod, hogy terjed a nem tudom, az erdőben, hogy a medve listát ír azokról. Igen, akik. Lehet kihúzni róla, dehogy ne. Na, szóval, hogy akkor értem, hogyha ő, nem tudom, tényleg nagyon sok emberrel találkozik, kicsit gond lehet a memóriájával, tehát hogyha van egy újabb találkozó, hogy most Vadon Jánossal le kell ülnöm, nem tudom, egy tiramisú mellé, hogy akkor Vadon Janit ismerem, már találkoztam vele, belenéz, névsor szerint van akkor ezek szerint. Ő vele akkor nem leszek jó fej, mert biztos, hogy egyszer velem rossz fej volt, hát itt van benne a füzetemben. Igen, ezek a régi sérelmek. Figyelj, ami... szerintem vannak ilyenek, tehát de... minden ember életében van egy olyan momentum, egy olyan ember, egy olyan pillanat, egy olyan esemény, amit soha nem felejt el, és az egészen síri fogja kísérni, mert ott van benne az a seb, ott van benne az a tüske, amit egyszerűen semmi nem tud begyógyítani, senki nem tudja kihúzni. Engem például egyszer megcsaltak. Melyik megcsaltak? Volt az? Ja, megcsaltak. Ki megcsaltak? Volt az? Még anno a múltban történt a dolog, hát nyilvánvalóan. Nem, most nem. Képzeljétek el, tehát minden nevét. Múlt, ami már régen volt, tehát, hogy... Nem? Okay, nem most lesz ez? És figyeljétek, én ezt például soha nem fogom. Én világéletemben azt a gyökeret, én utálni fogom, mint a... Azt. És összetalálkoztál vele aztán? Nem, is volt nem azóta nem találkoztam vele. De komolyan mondom, hogy szívből gyűlölök azóta. A pasit. A pasit. De pasi csalt meg. Most képzelt el. Elvette tőlem Lajos. A nőt elvette, de most akkor nem a nőre kéne egyébként haragudni? Nem. Ez egy picit másik téma nem, is. Nem. Igen, azért nem, másik téma is. Egy, nem egyértelműen, mert ő volt az, aki kihasználta a helyzet, ő volt az, aki úgy repült rá egy lányra, hogy tudta, hogy van barátja. Aha. Jelen esetben én. Ja, soha nem fogom elfelejteni neki. Tehát, hogy nem bocsátottam meg mondjuk... egy pillanatra sem, és meg sem fordult a fejembe, hogy azt mondom, hogy jó, persze, oké, spondját rá. De igen, volt. Biztos nem lőrinciát, lőrincéket lőrinciek, nem csinálnak. Lőrinciek összetartanak. Miért egy lőrinci, lőrinciek nem válja ki a nőjét. Hogyha most mondjuk a jövő héten kiderülne, hogy valamilyen üzleti kapcsolatba kerülnél ezzel a fiúval, egyébként tök korrekt már az üzleti életben, valami már dolgot. Mármint mi, hogy fizetem a temetés? Ne, hát ne. Többi a üzleti kapcsolatban. Igen, igen. Nem. Akkor ez eszedbe jutna, hogy elvenné a nődet régen, semmit, vagy elvette a nődet? Semmit, semmilyen szinten semmi közöm nem lehetne hozzá. Tehát, hogy még ha pénzt, mi ez olyan, hogy az ember pénzét nem fogja feláldozni. Neki van frekvenciája. Csak bizonyos esetekben. Csak a Nokia-s dobozba hoz. Igen, és nagy Nokia-s dobozban. Jó nagy. Hány éve volt ez, 20? Hú, sok, hát annál régebben. Tehát 20-30 éves sztori miatt. Ez egy olyan sérelem. Igen, mert nagyon rosszul esett. Nagyon rosszul esett, egy nagyon szemétaljas dolog volt. Tehát azt gondolom azóta is, ő azért egy érettebb pasi volt, tehát nem arról volt szó, hogy egy ilyen kis nyíkhaj tizenéves is akkor. Mert olyan is volt. Például volt olyan haverom, aki konkrétan így hát úgy lepattanozott, hogy igazából még nem pattant le a lány, és de neki megbocsátottam. Tehát, hogy mert jó fej volt, szerettem, bírtam, és a csaj sem ért annyit. De ez a lány igen. De soha az életben nem. Hogy mi a te idegeskedj. De nem sodort össze titeket az életet? Nem találkoztatok aztán nem, hála Istennek. De nem. Te alakítottad úgy, hogy még véletlenül se kelljen? Vagy... Persze, kerülgettem, igen. Be, hogy egy megcsippeltem, és mindig követtem. Ez nem az ember, most nem rólad konkrétan, ez nem az ember saját ilyen nyomorúsága egy kicsit, hogy ugye átverve érzed magad ebben a sztoriban, vagy én mondjuk összevesztem valakivel annak idején, és mi magunk ezt nem tudjuk földolgozni? Nézd, Feri, én nem Balázs vagyok, én itt a lelki részével nem foglalkozik, dögöljön meg az a rohadtával. Jó, nem tudom, egy hogy meddig lehetett. Egy mocskos büdös gyökér, hát most érted. Erre a Juncker visszatérve, hogy
nem, soha életemben nem vezettem naplót. Ti vezettetek? Mert tudom, hogy sokan vannak, akik feljegyeznek bizonyos fontos momentumokat az életben, hogy kikkel találkoztak, kikkel nem. Én írtam. Kedves napla, most egy darabig nem írom belé. Ez volt az első bejegyzés. Nem tudtam soha naplót írni. Én sem. Akkor megértem. Eszembe se jutott soha, és jó lenne néha beleolvasni naplókba, hogy az emberek miket jegyzetelnek fel, meg egyáltalán, hogy honnan jön a vágy, vagy az ötlet, hogy akkor ezeket feljegyezzük. A memória? Tehát lehet, hogy nekem is kellene, mert nekem a memóriám egyébként rettenetes, tehát hogy nem bírok visszaemlékezni dolgokra. Az is lehet, hogy valaha írtam naplót, csak nem emlékszem rá. De hogy... Én nem értem, hogy az emberek miért írják. Pont emiatt, hogy ha valami van az életedben, ami fontos, akár örömteli, akár ugyanilyen, mint a Janinál, akkor az meg legyen. De figyelj, ezeket a dolgokat nem felejted el, tehát emiatt nem kell naplót írni. De igen, tehát az igazán tehát, hogy fontos ezek dolgokra vannak, csak emlékszem. Nem mondjátok, hogy az életedben nem volt egyszer sem egy olyan sérelem, amire abban a pillanatban, vagy akár még hónapokkal, vagy évekkel később is úgy gondoltatok vissza, hogy elfutott benneteket, ahogy szokták mondani a pulyka méreg. Szóval, hogy érted, őkörbe szólott még a talpatok is, és arra gondoltatok, hogy ezzel a csávóval találkozok, kibelezem. De nem megbocsáthatatlanul. Nekem például olyan nincs. Tehát van egy csomó tücske, ami megvan. Volt például egy piros Csepel biciklim, váltós, jó. Na most az én kártyám. És elkérte egy haverom, aki eladta. Úgyhogy kölcsön kérte a biciklit 2 hétre, hogy elmennek túrázni, és visszajött, és kérdeztem, hogy hát, hogy jó volt a túra, ugye, meg volt-e minden, a lány is, meg amit kitűztetek magatoknak, és mondta, hogy nagyon-nagyon nem iszunk valamit, de mondom, de rendes, hogy jó, egy sörre... Jó, hát beérte, bedobta a varázszón. Ahogy egy sörre meghívsz, és megittuk az egy sört, és kérdeztem, hogy a kerót úgy nem akarod visszaadni. Eladtam. Hogy mondom, mi? Hogy ez én biciklimet eladta? És akkor mi ott összevesztünk, és nem beszélgettünk azóta se egymással. Jó, hát ez nem olyan nagy dolog. Nem. Hát nem adta, de abból ittuk a sört. Vicces. Jó, de hát ő barát volt. Nekem is volt olyan, hogy hónapokkal később derült ki, hogy az egyik barátom lopta el a közért elől a biciklimet, és adta el. Tényleg egyébként. Nem, és még a pénzből se kaptam semmit. De hát, hogy meg se fordult a fejembe, hogy nem bocsátok majd meg neki. Tehát, hogy, de most azért vagyunk őszinte tényleg, tehát hogy a tesztolid most mindenféle tekintet. Nem, de hogyha azért meséltem el. Hogy ehhez képest a jungsógorság, hát az... Azért meséltem el, hogyha 30 év múlva most találkoznék vele, akkor valószínűleg nem azzal kezdeném a dolgot, hogy rohagy meg a biciklivel, vagy legalább a lóvét adni. De hogy annyira megmaradt benned, hogyha meglátnád, nem tudom, ha lenne egy, vagy van egy akkor egyből a kis piros bringád jutna eszedbe. Nem, az jut eszébe, hogy meg kéne ütni, de nyilván nem ezzel kezdem, hanem azzal, hogy na mi van veled. Érted? Vagy hogyha jönne egy ilyen lehetőség, hogy valamit tovább tudunk gördíteni a kapcsolaton, akkor azért nem állnék lehet feltétlenül az útjára. Tehát bennem nincsenek ekkora tüskék, mondjuk nőt se vittek el mellőlem. Na, tessék. Tehát lehet, hogy én is. Jó, de neked érted, nagyon volt a merítés, valószínűleg az lehet, hogy egy út is marad, és alapon érted, én az a kevés, az ragaszkodtam, érted, akkor ez legalább a kis időről legyen már csak az enyém. De Csabi, nem mondd már, hogy neked nem volt olyan, hogy mit tudom én valamelyikén, még a zenekaros évekből adott esetben, hogy egy riffet elloptak, vagy egy refrén. Nem. Igen. Arról van szó, hogy valakire megharagszanak. Igen. De valakire megharagultál, hogy előbb nyújt le mondjuk egy Bon Jovi témát, mint ti. Figyelj, egyrészt mi nem írogattuk fel, hogy majd várunk a megfelelő alkalomra, hogy majd akkor nem tudom, bosszút állunk, hanem mi ott helyben intéztük el ezeket a dolgokat, hogyha valami sérelemért. Vagy szóltatok a ródoknak. És olyan is volt, hogy szóltatok, mert éppen zenés. Józsi végeztetek a csapjátok, meg pofán a gyereket ott a második. Nem, tehát volt, hogy elintéztük egymás között, ha valami sérelemért, de igazából nem tartogattuk magunkba, megírtuk fel cetlikre, és rejtettük el a párna alá, hogy majd aztán emlékezzünk rá, hogy ha majd legközelebb lesz valami, akkor keresztbe tudjunk mi is tenni. De aztán, ami nekem eszembe jut a Juncker Notesszel kapcsolatban, hogy kiknek lehet még Notesze, vagy mitől kellene félnünk, hogy kinek van még Notesze. Hogy te melyikbe vagy benne, vagy melyik Noteszbe lehetünk mi benne? Te tettünk-e olyat az életben, hogy valamelyik Noteszbe esetleg ott van a nevünk? Meg hogy kinek a Noteszében? Hát igen, ez, hogy... Van egy rozsdás, kicsit koszos, váltós, piros Csepel biciklim, visszavásárolható, szemetek. Nem szép igaz, egy figurázatok. Viszont a hallgatókat arra kérjük, hogy nyugodtan meséljenek, hogy nekik van-e ilyen emberük, mint a Janinak. Megbocsáthatatlan. Tehát megbocsáthatatlan bűn benne van a kis fekete naplódban, a neve képletesen is, ha nincs is naplód, igen. És soha semmilyen körülmények között nem vagy hajlandó megbocsátani. Jó, és aztán álljunk össze egy csapat, és keressük meg őket egyenként, és rendezzük le ezeket a dolgokat. 0-76-45-00-00 ez az SMS számunk, jövünk a ti sztoriaitokkal a hírek után. Ez itt a Morning Show! 1 perc múlva lesz 3:49. Gyorsan végül lett, mi? Hamar volt, igen.
Jött egy csomó közlekedés info, mielőtt folytatjuk a témát, mert nagyon sokan hozzá is szóltak. Úgy tűnik, hogy van gyűlölet az emberekben. Van. Méghozzá rendesen, van. És különböző okok miatt. Csepel II. Rákóczi Ferenc út temetőnél trafi, két autó frontálisan ütközött sírok előtt a 24-es főúton, mentő már a helyszínen. Még egy van, Zsadán kivezető szakaszán Komádi felé áll a háromlábú. Köszönjük szépen, és írjátok meg a többit is. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy az Európai Bizottság elnökének van egy fekete notesze, és ez 30 éve írja bele azoknak a neveit, akikkel neki baja van. Tehát bántották, megsértették, nem úgy haladt a tárgyalás, akármicsoda, és ezt néha előveszi, és hát kiderült, hogy nekünk is vannak ugye kevésbé fajsúlyos, ez voltam én, és nagyon fajsúlyos sztoria, ez volt a János. Igen. Ami hát ugye 30 éve benne. Hát így van, nem tudom, elfelejteni, annyira aljas volt a dolog, hogy nagyon-nagyon nehéz rajta túllendülni, főleg azért, mert akkor egy ilyen kis kaput használt képen, akkor így fasírba voltunk egymással, és de nem volt vége a kapcsolatnak. Fasírba voltunk egymással, és akkor ő ezt a helyzetet valószínűleg csekkolta, észrevette, és kihasznált. Tehát ezért volt aljas a dolog. De az én halálistámon csak egy embernek neve szerepel, tehát mindenki mással ki tudtam békülni így az évek során. Jó, valakinek, mit tudom én, érted, így van. Mert van még egy, akit nem nagyon kedvelek, de vele nincsen akkora probléma. Jani, együtt érzek veled, én mindig megkiabálom a gyökér lajhár patkányt. Ezt írja a hallgató. Megkiabálom. Így van. De a férgekre is szükség van, mert nincsen férgek, nincsen humusz. Így is van. Egy haverom telefonja elromlott, én kölcsön adtam az egyik telefonom. Pár hét után kérdeztem, hogy jól működik-e. Kiderült, már a második nap eladta, autós rádiót vett. És azóta se beszélünk, írja az egyik hallgatónk. Nagyon sokatokban van. Ilyen bátrak az emberek, hogy én ezt nem tudom, hogy lehet ezt megcsinálni. Tehát, hogy valamit kölcsönkész, és eladott egy bringát, érted? Hát, telefon. Én nem tudom, hogy... Nem, pillanatnyilag megszorulsz, és utána valószínűleg az lehet, hogy ha ilyen anyagi történetű az ügy, hogy akkor megszorulsz, eladod, éled a kis életed belőle, és ciki szólni. Pedig hát a barát csak pont erről szól, hogy oda lehetne menni, hogy basszus, figyelj, az történt, hogy valaki megkérdezte, nem adod el a telcsit, mondtam, hogy de 5000 kellett a lóvé, figyelj, vissza fogom adni. Érted? Hogy a megbeszélés hiányzik belőle. Megismered ilyenkor a másikat, tehát hogy ha ismered elég jól a másikat, és tudod, hogy az ő személyiségébe ez belefér, mert vannak ilyen emberek. Tehát nekem is volt egy csomó olyan szörnyű link haverom, akiről tudtam, hogy tényleg az anyját eladná 2 forint, és valamit kölcsönadtam neki, már keresztetőt is vetettem rá, és már mentem is vettem egy másik, mert a büdös életben nem fogja visszaadni, de úgy könyveltem, hogy ő ilyen, nála belefér. Tehát, hogy vannak ilyen srácok. Mert a barátságotok. Persze, mert tudtad, hogy ilyen, zsivány. Hát meg az igazság, hogy azért tehát megy előre az idő, az ember egyre bölcsebb lesz, amellett, hogy egyre öregebb, hogy azért hallasz olyan történeteket, amik mindig súlyosabbak a tiédnél. Tehát és akkor rájössz, hogy az a kis, nem tudom, hogy most elnyúlták a nőmet, elnyúlták a bringát, mástól nem tudom, 10 milliókat nyúltak le, vagy nem. Tehát, hogy vannak ilyen sztorik, és akkor eltörpül egy idő után. Tehát így nekem így elpárologtak a haragok. Tehát igazából most nem tudni biztosan mondani legalább egy olyan embert, akire azért haragszom, mert biztos, hogy vannak sérelmek, amik rohadtul idegesítettek. Tökre. Abban, vagy lerendeztem, vagy megmondtam, hogy mit csináljon az édesanyjával, akkor így vagy hogyha akkor nem tettem meg, akkor viszont csak magamra hargutatok, hogy most miért hordozom én ezt magammal. Ebbe azért van logik. Gondolj most a biciklire, Feri. Oké, és most figyelj, most gondolja magányugdíj pénztár vagyonra. Igen, tökre igazad van. Látod, már jobb a piros bringa. Én az öcsémmel nem beszélek évek óta, mióta kiderült, hogy eladta a kisfiam PS-ét, és ellopta a zseppénzét is. Soha nem fogom megbocsájtani. Ez mondjuk az hallgató. Hát, na, a gyerekkel szembe elkövetett igazi rohadékság, hát az azért... Ott azért már az ember így visszaállítaná egy-két törvényt Szent László törvényei közül, nem? De hogy? Elviszed a PS-ét, ellopod a zseppénzét. Egyik kéz, zseppénz, másik pénz. Kéz, és akkor aztán akarod a könyököddel az orrad. Old meg valahogy. Lali, jó reggelt! Itt van velünk. Jó reggelt! Végén. Mit nem tudsz megbocsájtani kinek? Hát esküvőre készültünk feleségemmel, és a városházán láttuk, hogy megkapjuk az időpontunkat. Leült mellénk egy fiatal lány, beszélgetett velünk, el voltunk itt a beszélőt, megkérdezte, hogy mit szeretnénk. Hát mondom, mi augusztus 16-ra néztünk egy időpontot, 2 órára, mert hogy nekünk akkor van az évfordulónk. Hát jaj, de jó, hát az a baj, hogy neki is pont akkor van. Hát mondom, ennek már nagyon örülök, semmi gond. És mondta, hogy ő csak egyeztetni jött be, úgyhogy
hogy menjen már be előttünk. Hát menjél, persze. Be is ment, kijött, és közölte, hogy júniusban még látott egy időpontot, hát ha. Bementünk, leültünk a vezetőhöz, mondtuk neki, hogy na, akkor mi szeretnénk ezt az időpontot, és akkor hát aki előttük jött be hölgy, ő foglalta le. Úgy, hogy előtte ott beszél. Wow. Így van. Augusztus 16-ára 2 órán. Na, mondom, akkor én nyugodt ember vagyok, de akkor úgy elborult a világ. Nem baj, feleségem megnyugtatott, nyugodjak le. Gondoltam, mondom, revansot eszek, tudom, hogy abban az időpontban hol leszek. Viszont nem kellett beavatkoznom, mert aznap abban az időpontban valaki úgy gondolta, hogy nagyon vicces lesz, ha rágyújt a WC-be. Így tűzriadó volt, és lefújták akkor azt az esküvőt. De ciki. Te dohányzol? Hát kérdezem. Nem dohányzom. Csak alkalmi dohányos vagy. Nem, én abszolút ilyen minimális kis fosztúra gondoltam, ez a nem tudom, tojással meghaigálni. Azt tervezted, hogy hozol be tojást, és megdobod az esküvőt? Persze, hát nem, amikor fotózás van, már legalább, de nem kellett addig folyamodnom, mert mondom, hogy mikor készültünk, láttuk, hogy mindenki özönlik ki az épületből, csak mondták, hogy tűzriadó, egy százig miatt. Úgyhogy nagyon jól jött az a 6 mg nikotin, akkor valakinél. És megnyugodtál? Jobb így a tudat? Sokkal, esküszöm, nem tudom, hogy 2 kilót fogytam akkor hirtelen, hogy már ez így kösz. Mondjuk ugye ebben az igazi szemétség az, hogy nem volt előtte semmiféle kapcsolatotok, ott is elkettetek meg, te elárulod a dátumot, hogy bemegy és direkt arra valószínűleg befoglal. Így van, és mint utólag kiderült valószínűleg, hogy azért kellett, mert mondta a könyvezető, hogy a mostani férje, vagy a jelenlegi férje, ő az éjszakában zenél, és hogy ő akkor az időpontban, amikor nekik volt 11 óra, akkor ő még valószínűleg akkor még alukálna. Aha. És akkor így emiatt. Így van. Hát azért egy alukálás miatt elvenni az évfordulót azért az elég szemétség. Ja. Te együtt vagy még a feleségeddel? Persze, azóta már van egy gyönyörű kislányunk, úgyhogy. Ennyi. Na jó, Malali, köszönjük, hogy elmesélted. Ó, én köszönöm, az élet megoldotta. Szevasz. Így van, szép napot, sziasztok. Hello. Nekem egy régi osztálytársam bukkant fel ismét, haverkodtunk, adtam kölcsön 20 000-et, a csajommal lefeküdt, azóta nem láttam. Ha összefutunk, biztos megsimogatom a képét. Mondjuk ez is egy igazi rendes ember. Az exem pár éve totál károsra törte az 1 éves Peugeot-mat, még mindig nagy a tüske bennem, nem lehet megbocsájtani. Gabi, szóval nekem testvérem mindig megette a Turo Rudimat. Laci, kérlek szépen. Na, ez most mindent vitt. Várj, nagyon rosszul esett, amikor belenyúltam, nagy reményekkel a hűtőbe, és csak a helye volt ott. Norbi. Testvér az ilyen? De a Turo Rudit elveszi. Hát de rohadjon meg, de tényleg. Most egy picit most azért bennünk rekedt a hang. Igen, megfogtuk a komolyságát a témának. Hát már nincs minden eddigi sztorit felülmúlt ez. Óriás Turo Rudi volt? Ráadás. Valaki azt írja, hogy benne van egy tüske miattam. Na. Hát írd már meg, hogy rossz dalt indítottam. Vagy Csaba, mi hívjuk már föl, várjál. Aha, na ez kellemes lesz. Inkább írja meg SMS-be. Igen, egyelőre. Ne szaladjunk annyira előre. Ne legyen benne még egy tüske, érted? Gyáva, akkor írd meg SMS-ben, ugye, hogy aki azt írt, hogy tüske van Csabi miatt, szerintem nem feküdtél levele, vagy ne, igen. Hát igen, hát ez a kettő. Vagy nem vállaltad fel, pedig tiszta te vagy. Jó, írd meg akkor, jó? Jó, kíváncsi vagyok. Tehát én egy szent ember, érted? Hát hogy? Ja, hát most viccelsz? Már. Na itt van még egy nagyon jó egy autós, az egy elég nagy értékű dolog, nem tudom, hogy el tudjuk-e érni. A Z aláírással, hogyha sikerül, akkor ezt még így záróként, mert ez a Turo Rudit egy picit übereli. Nem sokkal, csak egy picikét, tehát így anyagilag is a Turo Rudit kicsit könnyebb. Nem veszi föl szerintem. Jó, az milyen, hogy kölcsönkérte a haverom egy autót, Szentendrei úton összetörte, a tűzoltók szedték ki belőle, a rendszámot levette, az autót eldobta. Oh. És a rendszám közé lopatott egy másikat. Nem már. Amikor vizsgázott az autó, akkor derült ki, hogy nem stimmelnek a dolgok. Jézus, de komoly. Jó, nem meséli el, de akkor fel is olvastam. Na, köszönjük szépen az SMS-eket, meg a történeteket. Elmegyünk hírezni, előtte azonban még ugye mutatunk egy kis zenei szösszenetet. Ezzel lehet beugrani a 3-as ugrás címet viselő játékunkra. Nagyon jó kis ajándékokért, így szól, nem tudom, hogy most mennyire nehéz.
Atya úristen. Hogy ez most mi van a hallás? Sérülteknek csinálunk, tehát hogy nem bántva őket ezzel. De miért? De ebből megint ebből is ötöt. Igen? Ötöt, mert ide van írva mindnek a neve. Ja, mutatom még egyszer. Én csak az elsős. Az elsős komolyan nem. Figyelj. Na. Az első az megvan. Uh-huh. Ez az effekt az elején az nem az. Megvan. Tükü. Megvan. De én gyerekek, is már hát kettőt azért. Én is, igen. Dalcím kell is előadó? Nem, csak az egyik, vagy csak a másik. Vagy egy dalcím és egy előadó, de aztán a különbözőnek kell legyen. Változtassátok, ez egy hármas ugrás. Hát akkor legalább hármat kell én már felismerni. Jó. Hát nem. Majd később megmondja csak, hogy melyik az a kettő, amit felismert. A másik hármat ne kérjétek a kívánságműsorban. Új, de jó, hogy bejöttél te. Jó, akkor ebből vagy két előadó, vagy két dalcím, vagy egy előadó, egy dalcím, de az nem lehet összetartozó. Ezt írjátok meg, és akkor már is benne vagytok a játékba. Viszont! Na. A következő órában, Csabi, csak neked. Miattam? Szinte a hallgatókra alig mertünk gondolni Janival, amikor kikristályosodott ez az ötlet. Ők is nagyon fognak neki örülni. Aha. De ezt akkor most... mégse az jön, hogy megvan az adásmenet? De tudtátok, hogy én jövök, megbeszéltük, oké, szerdán érkezik a Csabi, hívjunk neki. Igen, hogy ki lehetne az ember, aki az ő életében többször is nagyon komolyan jelen volt. Tehát azt gondoltátok, hogy veletek tök szarul érezném magam két órán keresztül. Ezt nem gondoltuk, de 9 után akkor ezt az egészet feloldjuk, és hívunk valakit, aki... Aki! Na, ez az, hogy aki, érted? Ez fog kiderülni a következő órában, még nem lőhetjük le. Igen, aki nagyon sokat jelent a számodra. Így van, és te is a számára. Sebastian Bachowski bíróból. Vagy Juncker a kis noteszélre. Vagy Juncker a végre, ünnepélyes keretek között, mert van egy sérelem a nem tudom, a Halál a Májra című dal miatt benne. Nem, de egy olyan ember, akivel a pályán során többször össze találkoztál. Nagyon nagy változáson van túl ez a fiatal ember. Abszolút pozitív irányba ment el. Még inkább szeretjük, mint eddig, ő jön hozzánk. Zenei ember, ezt azért elárulom neked, és hát... Várjál, a zenei ember, tehát nem merted azt mondani, hogy zenész. Akkor zenész, hogy jó? Ja, ez véleményes. Igen. De kinek, hogy szeretjük, jó, ez a biztos, úgyhogy vele folytatjuk a következő órában. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, a felsorolás ebben a formában nem igaz, de a legnagyobb sztárjai, igen, Abaházi Csabával egyetemben. Abaházi Csaba, Rákóczi Ferenc, Vadon Jani és Krisz Tornel. Így állunk össze mi négyen. Óriási csata. Nagyon jó. Hát ez egy zseniális mit szám. Kell tudni erről az emberről? A tavalyi albumáról van, egyébként ez már ugye egy szólóalbum, meg hát azt kell róla tudni, hogy a legnagyobb grunge sztárok közé tartozott annak idején, ugye a Soundgardennek az élén, utána pedig az Audioslave nevű zenekart csinálta, meg millió egy fantasztikus slágere született, és hát a legnagyobb rockénekesek között van. Hát ez az orgánum, mert ez önmagáért beszélt. Neki is volt egy kis kirándulása azért, tehát nem mindig a rockban gondolkodott. Az annyira nem jött be neki, tehát nem talált új rajongókra, követőkre, viszont hogy visszatért a rockhoz, megbocsájtották neki a kis kitérést. Főleg igen. Úgy, hogy volt a hangjával is némi probléma egy időben, de most, ahogy halljuk... Visszatért. Na, drága hallgatók, ilyeneket hallhatnátok 10 óra után, ilyen beszélgetéseket, mert az van, hogy ugye mi kis spriccelünk innen Balázsa, Jani még általában marad egy kicsit munkol az SMS-ekkel, levelekkel, és közben pedig egyszer csak így bedobnak egy nevet a két férfi, és így egy negyed óra elmete, és amikor 1987-ben az album, de igen, és ott voltál a 92-es Pecsabeli koncerten, és ezek mennek. Megcsinálnánk egyébként együtt, lenne egy ilyen újra hajrá, magyarok, németek, dánok, britek, amerikaiak, persze, tehát egy simán csinálnánk egy ilyet. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. A legutóbb ugye pont a Gary Barlow-nak a Pecsabeli koncertjéről beszélgettünk, ugye? Hosszasan. Imádtam, hogy éppen akkor más programom volt. És ott is ott. Nem voltál? Nem, valahogy ő kimarad belőle. Össze tudnánk hozni egy ilyen műsort. Jó, csináljuk meg. És legyetek kedvesek, küldjétek át a másik oldalra is, hogy tudják, hogy nem csak Demién Rózsi van. M3-as autópálya Mezőköves előtt autószalakorlátnak ütközött, egyébként jól járható Beó és Zsolti, köszönjük szépen. M0, 51-es úti kihajtónál baleset az M5-ös felől,
ötákapó, ezt írta nekünk, ezt az SMS-t, és van még egy négyesen Mondornál kint a trafi gázfővezértől kaptuk az SMS-t, illetve Szombathely 86-os, a 87-es kilométernél mindkét irányban mérnek a hídról, Gergő, köszönjük. Nagyon sokan írtatok még az örök harag témakörben, ezeket köszönjük szépen, idő hiányában most eltekintünk, de ha lesz erről még egyszer szó, akkor majd... Én csak azt nézem, hogy az, akinek tüskéje van, az nem írt. Neki akkora tüskön, hogy elkapcsolt. Így van, megfelelt neki az összeg, amit felajánlottál neki telefonni. Valaki írja, hogy azért, mert nem táncoltam vele a 86-as sulibulin, de Józsi aláírással, tehát hogy úgy aztán tényleg sokakban lehet tüske, de Józsika nem. Igen, ha láttad volna táncolni Csabit, akkor nem bán. Na hát ígértünk nektek egy fiatal embert, akit mi időről időre vagy felhívunk, vagy vendégül látunk. Csabival egy csomó közös élményük van, mert annak idején a Danubius Rádióban volt egy Hajrá Magyarok című műsor. Ez vasárnap este volt 6 órától, és ott ez a fiatal ember volt az első. A legeslegelső sztár vendégem ő volt. Igen, és minden más meghívott vendég csak alibi volt, mert valójában csak miatta hozta létre azt a műsort. Az egész többször műsort, hogy ő benne legyen. És ráadásul visszatérő vendég volt, sőt azt is elárulhatom, mert még erre is emlékszem, hogy az első adás napján neki születésnapja volt. Ne! Tehát a születésnapjára indult el ez a műsor, és élt meg 10 évet. És nagyon hamar visszatért újra, mert bent hagyta a kabátját. És azért visszament. Ezt a fiatal embert az elmúlt időszakban csodálatos átváltozása okán említette a bulvár sajtó. Volt egy nagyon-nagyon komoly agyműtét az ő életében, volt baleset, pont akkor utána beszéltünk vele is, és hát nagyszerű változásokon ment keresztül, viszont most már hetek, hónapok óta valamiféle, vagy kobakkendő, vagy sapka van a fején, ezért aztán azt gondolják a rajongók, hogy ez a fiatalember nem egyedül, hanem a Tincsével együtt ér vissza, Kosó! Várja, bekapcsolom a mikrofon, megvan. De nem rossz effekt. Szevasztok! Hello, bello! Sziasztok! Köszönöm mindenkinek, hölgyek és urak, itt ma este, ma reggel, éjszaka, mindig mindenben nyitott vagyok. Tényleg, nekem egyébként ez az image, ez új. Tehát még ezt a szakát nem láttam. Ja, tényleg, valamikor találkoztam valami brutális jó kis csajokkal, és mondták, hogy Kózsó, mostantól kezdve légy szíve, csinálj egy kis szakát. És akkor megcsináltam. Onnantól kezdve te neked is, és neked nagyon jó néztek. De te mindig jó képű vagy. Te mindig jó képű vagy. Csak nekem 91 táborban. Tudod, mekkora érzés volt most, amit mondtál? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon, nagyon. Mert te nem emlékeztél rá, de én elmeséltem. De még el is emlékeztél? Igen, hogy te voltál az első vendég a Hajrá Magyarokban. Születésnap meg minden. Amikor mondtuk a Csabinak, hogy te jössz, miután visszajött, akkor mondta, hogy hát akkor csületből megcsinálja ezt az órát. Ne! Ezt mondta, ez volt, hogy ez az első tényleg élménye a Hajrá Magyarokkal. És azért te voltál az első, mert akkor éppen Pataki Attila repült valahol egy órát. Ez pont abban az időben volt, vagy indult ez a műsor, amikor a zenei fronton a legnagyobb durranás, az pont az Álmok Futók volt, és az akkori zenekarok töltötték meg a bulikat közönséggel. Wow! Ez így volt, hogy tényleg vagyok áhívva egy kicsit, köszönöm szépen, hogy tényleg azért az a korszak, koncertekre is. Ezt ne felejtjük el, hogy például a Danubiusnak volt a Karaván nevű ugye nyári rócsója, viccesz. Oh, yeah. Képzeld el, pont most meséltem a Csabinak, hogy a Happy Gang-gel találkoztam a hétvégén, érted, a Happy Gang-gel, ahol az volt az első, hogy így egymásnak megörültünk, és ez volt az első mondatunk, hogy annak idején a 2000-es évek elején micsoda bulik voltak veled, velük, a bestiákkal. Mindenkiért, tehát hogy Miskolcon én emlékszem, 20 ezeres tömeg állt a színpad. 20 ezer ember volt. Igen. És nem tudtál olyat kérni, amit ne csinált. Tehát, hogy nem látom a kezeket, és a 40 ezer kéz fönt. És most mindenki mesztene, ezt akkor még nem sütöttük el ezt a poént. De lehet, hogy megcsinálták volna, óriási volt. Na jó, de nem a múlton merengeni jöttünk, hanem azt megbeszélni, hogy a csodás átváltozás mit hozott Kozsó életében. Tehát az igaz, hogy te most képzőművész leszel? Ja, nehéz kérdés. Akkora sok ökörséget beszéltek az emberek mostanában. Tehát egész nap, 30 éve, 40 éve rajzolgatok, festegetek, csinálom a dolgokat, csinálom a könyveket, csinálom a zenéket, csinálom a verseket, csinálom a meg vagyok többen, hogy valaki, hogy mondok, milyen ökörség, egy nap múlva Kozsó már tud beszélni, biztosan
görögül, hát soha az életemben. De indiánul tudsz? Hát ezer évet, te nem, egész évet nem ilyen voltak te is. Annak az Európa most már mindenki az indiánok bármit tudna csinálni. Amikor találtunk, mint kellemes filmeink volt az, amikor bejött a nagy mester az indiánok, és volt a Venit, vagy akármit magyarul, nem tudom, hogy mondják másképp egyébként a dolgot, jön a másik. Wow. Hát gyermek, így pontosan így van. Szóval, Csimitáva és én érkásé. És ez pontosan ezért. Hogy ezeket az általunk nagyon gyerekkorunkban nagyon kedvelt NDK-s Vinettu indián filmeket, azt Horvátországban, akkor Jugoszláviában forgatták. Így volt, pontosan így van. A Szelina mellett van egy ilyen nemzeti park, és ott forgatták. Hát a legnagyobb sztár, hogy Gojko Mitic volt. Hát tényleg így van, emlékszem. És a jóképe, másik jóképe. Egyébként tudom, mi volt, hogy meg vagyok döbben. Mi az egyik jókép? Te? Meg te is Gojko Mitic. Nem csak annyira a hülyeség az egész, hogy elkezdnek beszélni az emberek, hogy hát ez a Kozsó most egy nap múlva most már úgy beszélt, mint az indiánoknak. Hát ezer éve, 30-40 éve, amikor a nagypapámon keresztül is bárki a neten, bárhol bemész egy könyvbe, Európában most kitalált másik európai indiánok. És akkor mi történik? Mekkora hülyeség, hogy képzetek vannak, innen ilyen újságot írnak, amire nem tudok szólni egy ilyenbe rögtön, hogy ilyenek vannak, ilyenek létezek, hogy vannak még egyébként ilyen dolgok. Hogy ezt megértsem. Tehát, nem baj, direkt azért mondom, mert beszélek, próbálok magyarul, még többen beszélni. Te mindig tudtál indiánul, ezzel azt akarod mondani? Hát ezer éve beszélgetünk indiánokkal. Aha, hát igen. Amerikában így járok már 30 éve. Aha, lehet, hogy mi nem is veszük észre, hogy indiánul beszélünk most? Nem. Ez magyar. Nem szavakat, jó, szavakat, azt nem vettük észre, hogy a Kozsó tud indiánul. Persze, tehát a zenéket, a stúdióimban. A zenétben benne volt. Bármikor, persze. Honmácsi, ajánna, oki, enne sáté. Aha, nem ez mit jelent? Dehogy nem, hogy elnézést mutassa meg, merre van a fél. Ez a reggel most a miénk. Hey, Márta, hogy is én nálam. Na de ez melyik dialektus? Nem értem. Mert hogy nyilván, hogy az indiánoknál vagy világszinten van 50 törzs, 70 törzs, 150 törzs, az egyik így beszél, a másik meg beszél. Vagy 500, hát nem mindegy. Aha. Vannak saját indiánoknál, van egy törzs, a másik másképp beszél. Nem így van, mint elmész a... Az indián... Mi csak kérdezünk? Nem, tök jó, csak mondom, hogy az Afrikában például hány ilyen törzs van, hogy milyen nyelven beszélgetnek. Aha. Nem Észak-Afrika, Dél-Afrika... Ja, de ebben igazad van. Mert angolban most már az indiánok egy Chimatown. Olyanok, mint a Navajo. Navajo. Mint ez például a Navajo, tudod, akik megcsináltak az első dizájnokat, így csináltak egyébként. Mi ez egyébként. Nem a te kitalálmány? Indián. Ez nem nagyomású préssel készül. No. Indián, és utána megcsináltam minden rajzban. Csak az most mondjuk el a hallgatóknak, hogy biztosan látták már a Kozsóról fényképet, és a nyakában van egy ilyen medál. Azért, és az indiánok. Majd átküld, most nektek megküldöm. Nektek meg is küldöm a fotókat, direkt miattatok, gyorsan lefotóztam az indiánokkal, hogy néz neki Kozsónak a tincsér. Neked van indián neved? Persze. Mi az? Nem is tudod egyébként? Basszus, nem, Kozsó, ne haragudj! Tehát nézd meg, most mindenél le leszek cseszve. Dehogy, nem, tök szépen mondom, dehogy. Persze, amikor elmentünk, itt volt egy nagyon kedves munkatársadok, akik eljöttek egy másik helyre, bejöttek a tévé együtt, és akkor mondták, hogy toll, vörös toll. Vörös toll. Igen, aha, ha nekünk kéne adnod indián nevet. Matam. Ez a neve, Matam. Kinek neked? Igen, Matam. Aztán ez volt a művész neved is, amikor Amerikába mentél. Igen. Kuszifanyit a zenei eseményeket, azt tudja, érted? Aztán van a másik, a Mátán, például neked a Mátán, valamelyik őtök, hogy legyen a Sas. Hát a Sas valaki, akkor mondta azon, Tama. Tama. Melyik a Sas? Melyik a Sas? Melyik a Sas? Melyik a Sas? Mélyen, inkább nagy állat a Sas. A Bölény és a Bölény, az igazi Bölény. Hogy legyek már én. Én a Préli kutya. Siam. Siam. Ez a neve. De ahogy ránk nézett, előző, ki legyen a Sas meg a Bölény. Hát most mi döntsünk magunkat. És van a Vatama. Vatama az a farkas, ez pedig. Ó! Na. Látod, hogy azért mert kicsit kemény, mondom. Rögtön ilyen kemény. Hogy van a Bölény? Itt van neked, mondom az egészet, így van. Sem. 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 Vantam. És akkor legyek én a Sas? És minden eset sem. Aha. Sem. Pontosan azért, hogy... De jó. És a fából faragott Bölény, ez pedig a sámfa. És figyelj, semmit nem tett az... Figyelj, megdöbbent az álmokfutók lemezeken az arany az indiánoknak, és van, pedig micsoda, mi ilyenkor van, nézd meg csak egy szót. Melyik nézek. Az? Te bárhol az elmúlt 40 évben, 30 évben, 20 vesztel évben... Vesztel a kapcsolat. Várjál! Ott van... Most Lady Holiday. Akkor. Nem. Okay. Jó. És ott megtalálod az indiánoktól, az álmokfutókból. Aha. Az a cím. Keresem. Ami történik ilyenkor... Az indián nyár. Indián nyár. Bármi, mert pontosan azért, mint egy teljes tudtok, mutattam annak idején neki is, hogy az életünkhöz hozzá tartozott. De csak ennyi, minek beszélni hülyeséget, mert akkor csoda jó dolog Európában. Pontos így működik. Még azt fordíts már le, hogy szép haj.
az hogy van indiánul, mert hogyha Balázs visszajön, uh-huh. akkor neki adjuk, hogy szép haj. Vagy... az egy kása. 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 Nem kása. Annyira ez nem jó. Jó, majd keresünk neki valami másikat. De ez semmi, nem egy nagy történet, és nem egy nap alatt lehet tanulni, beszélni nálad is. Így nem akartunk megtanulni, beszélni, csak neveket kerestünk magunknak, hogy tudjuk, át tudjuk érezni ezt az egész indiános sztorit. Te otthon fejdíszben, vagy toldíszben jársz, és mokaszínban? Nem, képzeld el, amikor voltunk ilyen TV2-esen forgatásaink, akkor például volt ilyen műsor, amikor automatikusan ebbe ültem be egy ilyenbe természetesen, de semmi nagy extra nincs, oda szoktam mondani a fotósokat. Én nem szoktam valahogy ezt így fölvenni. Mert én szeretem, mert nem emlékszel, találkoztam vele is, hogy beültem egy ilyenbe, pontosan mindenki ült bennünk. Ezek tök hétköznapi dolgok, ezek egy mokaszín alsó ért. Az ég jó jöhet az embernek. Egyébként olyan aranyosan beszélsz dolgokat, amikor akarok mondani dolgokat, vagy pillanatokat, és gondolkozol, hogy éppen mit mondok. Azért, mert lehet, hogy azt hiszik mindig, hogy külföldi szinten próbálok beszélni, miközben magyarul próbálok beszélni normálisan. Meg kell tanulnom tökéletesen. Igen, neked újra kell tanulni, ezt elmondtuk. Ahol némán átkarolt, emlékszem, csillagos este volt, mikor a szerelem szembe jött. Tehát a magyarhoz már rögtön más történet, tudod. Azt hiszem, hogy tudtad folytatni a dolgot. Ja, de nem mertem én ebbe belekontárcsinálni. Tudod, hogy milyen jól énekel? Brutál. A Feri tudja, mert igen, zenéltem vele együtt. Mi együtt, és igen, meg hallgattam lemezen is. Ki nem is. Rugott a Feri? Na elmész, te a sunyiba, te hagytad ott a zenekart, de mindegy. Na, tessék, itt a tüska, ami az előző órában beszélünk. Ez kimaradt az előző témából. De akkor fekete not ezben benne jött. Kozsó, hoztál ruhát? Valami indián ruhát? Neked hoztam nagyobbat. De... és beöltözhet? Hoztam nektek ilyen haj. De fölvehetem? Persze, sőt, elhoztam, be fogok ülni. Elhoztam jó. Nektek speciális, különleges indiánoknak tartó fölsőt, meg olyan hajdíszeket. Melltartó fölsőt? Hajdíszeket. Mit tudsz róla? Hol van? Hol van Siam ruhája? Ja, itt vannak, nézd. Könyörgöm, én ja, nagyon rég... Ja, a ruha akkor ott hoz ki a nagyobb, az is van. Mert amikor az ember gyerek volt, mindenki ja, volt itt van indián. Mindenki volt indián. Figyelj, ez gyakorlatilag egy ilyen kávés zsák. Ugye? Egy picit, Jó ide jó. De ez mutatós, ez jól néz ki. Már fölvehetem, nem sértelek meg vele. Ez saját ruhád? Csabi nem bír megszólalni. De én csak nézem, hogy te ezt, de tényleg ez a sajátod? Fölmegy, Feri. Nem, ez nem az ígérezem, de tényleg ez a temére. Ja, nem, ez csak amikor fotóra hoztunk, egy klipre hoztunk egy ilyet, vagy bármi, akkor azt le is tudja venni egyébként, az indiánok a bőrbe beöltetek, mert a bőrből készült indián ruhát meg is őrültetek volna nagyon. És közben mi ez a zenemi szól alattunk? Ez pedig zöld teknősök. Zöld teknős. Igen, zöld teknős. Ott van is, brutál, oda néz. Zöld teknős. Iszonyatosan jól nézel ki. Ez az, hölgyek és urak. Anyukák és apukák, rádióban létő igazi sztárok. Hogy mondjuk a belényt, még egyszer? Egyébként ott hat mondjani. Szép szálderék navahó menyecske lett belőle. Siam. Siam. Nézek, azt is tudom, hogy ezt hogy kell fölvenni. Na. Aha, tudj, látod, és hátra kell dőlni. Aha. Igen, Lefotozzuk. Úgy képzétek, 1928-as az utolsó, amit sikerült megszerezni az indiánoktól, de pontosan azért, hogy egy ilyen csoda, majdnem 100 éves. Mondjuk szemüleges indiánok nincsenek, ugye? Vannak szemüleges indiánok? Szerintem biztos vannak. Most már. Öreg indián. Így van. Mondjatok már valamit, jó nézek? Hát az, hogy a kezedben nyüreg tüzes víz. Csúcs egyébként. Mert hogy ez nem ez a jelmez kölcsönzős. Nem, ez profi. Tehát, hogy ez profinak tűnik. Hát ez... Hoppá! Aha, most már járt meg Peruitban. Nem az! Az úgy nem! Kapcsolj a fel a villat! Nem, mert poén lesz, nem, mert félreértik, ne! Ez siki, ez eredeti indián cucca, persze. No. Jó, hát akkor mindig elfelejtem, hogy hívják a Ferit most. Aha. Siam. Siam. Én vagyok, Siam Ufén beszéltem. De ó, Janinak is jött, gyerekek. Csabinak. Mert az életben sem menni oda. Megváltozott valami most, hogy ezt felvetted? Igen, igen, sokkal jobban érzek. Hajrá, magyarokban is ilyen volt annak idején, Csabi. Na, ez jó, a bizbosabb az jó. Jól csinálom? Nem úgy. Nem így? Nem, figyeljetek, most azonnal menjen mindenki föl a Facebookra, aki még nincsen, mert olyat fogtok látni, hogy megőrültök tőle. Tessék. Ja, és te csak egy árva baseball sapkát kaptál. Így van, hát tudod, hogy én vagyok. Ez mi, ami szól alattunk?
Sasnak érzem magam, csak nem tudom, miért. Csak nem tudsz szárnyalni, mi szerintem. Mi nem tudsz szárnyalni. Azt mondja, elolvasom, figyelj, de felírta nekem. Miamach? Miamach. No, Kozsó, ha ennyire rendben van az életed így ebben az indián sztoriban, akkor hogy lehet az, hogy most abban magánéleti válságról hallunk, hogy ugye eddigi szerelmed azt mondta, hogy ő neki ez a hapsi, aki te lettél, ez nem kell. Miért nem érti ezt meg ő például? Még mindig nem tudom. Nem tudom, hogy Kira miért mondja ezeket a dolgokat. Én olvastam ezeket, amikor írt, mikor ott ül mellettem a tévében, és ugyanezeket beszélt. És még mindig nem fogtam föl, hogy milyen hülyeségekkel beszéltek, milyen barátokkal kezdték át csábítani Kirán keresztül egy olyan történet, hogy Kozsó már nem ez. Hát nem tudtam még beszélni, hát meghaltam, most már élek. Tehát mi volt a nagy dolog? Semmi nem történt. Aha. Menjünk el biciklizni, menjünk moziba, megyünk, bújjunk össze, menjünk fel a hegyek között. Jól éreztem magam, most is jól érzem magam, remélem, hogy találkozni fogok valami hihetetlen őrületes hölgyel, egy igazi szerelmetesen szép hölgyel, mert elmegyünk mostanában a koncertekbe, oda jönnek a hölgyek velünk együtt, fotóznak, oda jönnek, átölelnek, én is átölelök őket, mert hihetetlen jók a hát pozitív emberek. Szeretjük mi is, csak nem is már ugye, így van, már nem. Olyan furcsa, amikor tényleg megint a Kirával képbe mondott, hogy nagyon szeretem és nagyon-nagyon tiszteltem ezt a hölgyet, hiszen ilyen segített és minden mellettem volt. Még mindig nem értek bizonyos gondolatokat, amikor újságok ökörségeket írnak. De miért is? Hát el kell adni ilyen, igen, ez egy nagy hülyeség, persze, tehát ennyi az egész, úgyhogy igazad, meg kéne tanulnom ezeket a dolgokat. De legyen boldog a cowboyokkal. Átállt a másik oldalra. Zenével most mi van? Maradt a kicsit így a retro hullámot meglovagolva a régi zenéjét. Márjatok, óriási dolog van ma este, el is mondom, ma reggel. Na. Tudom, mi van? Alvajárók és álmokfutók egybe. Jön a Csonti, Kozsó és Kira egyben. Összehoztuk két csapatot, hiszen elkezdtük. Annak idején volt két zenekar, ki volt a másik? Nem. A rap. Repülők és az alvajárok. Nem volt magyar zenekar, csak ez mi így, amikor elkezdtük ezt az egész stílussal. Aztán indult a következő, jött az álmokfutók folytatás, és mostantok ez minden koncerten alvajárok és álmokfutók egybe. Hoppá. Úgyhogy jó esélyezés. Csak el akartam mondani, hogy mert itt az Ázsit lehet elkérni, hogy mi volt az. Nem is tudom, mire beszélek egyébként. Mi van? Ne idegesetek. Az álmokfutókra mindenki emlékszik, de az alvajároknak mondj már egy slágert. Chris Dunn. Így kezdődik a történet. Az volt az ősbanda. Igen, pontosan, igen. Pontosan. És ezekkel az új zenékkel, amikor ilyen indiánosat csinálsz, meg ilyesmi? Az hát ezek ilyen lounge, chill, house-ok világszinten. Tehát az egyébként a nem vagy Feri? Nem, hát külföldön igen. Magyarországon is, itt a könyv Magyarországon. Mostanában egyébként pontosan azt, amikor csináltunk ilyen zenéket, azért, hogy a Németországban, Franciaországban, Angliában is azért tudunk elmenni, mert vannak olyan típusú hihetetlen óriás nagy bulik egyébként, amikor lounge és ilyen house-os és chill kategóriák vannak egyébként. De hát most erre bulisztok. Nagyon aranyos egyébként, mert ez a páros az 3-4-5-10 ember koncertben. Igen. Hát ne hülyeskedj, hát tisztelt. Kozsó, itt közben szól a dalod. Nem már. Erre bulisztok? Hát ez egy lassú dal. Nagyon energikus. De most persze, de mondom, elmondtam a stílust. Tehát van, amikor van house, az tempósabb. Van lounge, az pedig kellemesebb hangulatú, mint a chill. Na jó, most már eljjebb. Te is ráénekelsz? Vagy rámantrázol valamit? Vagy hogy képzeljük el? Hát, hogyha eredeti indiának, vagy az öreg indián nagypapa, a 70-80 éves indián, vagy a fia, vagy a kisfia, pontosan azért, amikor más stílusban, élőben működnek, illetve amikor van nekünk egy koncerten van, evidens, hogy én nagyon-nagyon kemény tempós zenéket szoktuk csinálni, mert a házosokban is megcsináltunk ilyeneket az álmokutok után, és Kozsó mellett is, Amerika szinten, az American Managementünk keresztül, pontosan azért, mert a nagyon komoly kapcsolat. És az alkoholmentes italok mellett is működik ez a zene? Persze. Nem kérdezem. És te a nélkül nem működ az indiának. Te a nem létezik. Na, vedd le ezt a fejdíszt. Nagyon kérlek, gyönyörű vagy benne. De elérkezett az idő. Nem, a sapkát nem akarjuk. Látni akarjuk az igazi Kozsót, akit visszakaptunk, aki tincset növesztett, akinek és most nem. És nem most már! Nem. Nem akarom. Tudod, nem akarom, mert valakinek föltettem azt, hogy van a tincsem. És a tincset, amikor írtam valaki, hogy hello, 3 Kozsó, akkor be van csúszva. Hát érted ezeket a körségeket, mikor egy újságban ilyen hülyeséget valaki fölír, miközben nyolk egy másik kötőjel, a másik kötőjel, ez csak egy normális. Már meg elkezdtem újra növeszteni?
Van ugyanúgy, persze. De nem áruljuk el, hogy szőke senkinek. Mutasd már meg. Nem akarod megmutatni? Nem, nem kamerában. Elmondtad a sztorit a Blinknek? Kamera nélkül, persze. Milyen kamera? Hol van itt kamera? Nem, én nem hiszek. Én már minden... Tessék, felemeljük a kezünket. Még a Laci is felemelte, igaz? Neki van egy harmadik is. Na! Na de azt tudjuk, hogy neked van pincsed. Be van téve hátulva. Basszus, tényleg. Be van kötve. Na minden, itt visszakaptuk a fiút. Azért van belekötve, most egy gumi van hátulva. Érted? Hát igen, de amikor neked rövid hajad volt, és abból jött ki egy tincs, akkor az olyan feltűnő volt. Igen, mostanában hátra van. Azért kötöm, itt van betéve, látod? Hátul nincs. Itt van, csak nem akarom mutogatni. Jó van, na, jó, nem akarom mutogatni. Menni. Igen, de mindegy. Kicsit azért hívtunk, hogy végre szemtanúi lehessünk ennek a dolognak. Álmafutók, megdöbbentő az, hogy az emberek 99%-a csodálatosak, a magyar emberek. Vagy éppen nem menni Szlovákiába, vagy Erdélybe, vagy bárhova, mert elmentünk, megvannak örülve. Velünk együtt tapsolnak, velünk együtt jönnek minden buliban, mert tudják, hogy 30 év. Nem azért, mert imádom ezt az egészet megállás nélkül. Én jól érzem, sose vagyok fáradt. Sose, érted? Tehát azért, mert minden egyes pillanatban ez így működik. Nem azért azt mondja, hogy nem erről szól történet, hanem minden más. Nem csak ez a dal, mert a koncerteken nekem ez a nagy dolog, hogy 30 évben még mindig így működik valami, tudod? Na bocs, köszönöm a türelmet, csak ezt akartam mondani. De inkább rólatok, mert most nézdek. Jól vagyunk, olyannyira, hogy már itt a hallgató, akivel játszani fogunk. Kozsó, még egy mondat. Új nő van-e kilátásban? Mert ezt sokan kérdezik már az SMS falunkon is, itt van, hogy van-e barátnője? Szerelmes vagyok. Ez igen. De még nem tudom. Jó, hogy ki bennem van. Nem mondhatom, és lehet, hogy hamarosan kiderül, nem tudom, de egyébként na lila köd van most egyébként. Lilla. Lilla köd van, így hívják, Lilla. Jó. Na már holnap írják az újságot. Innen puszi. Lillát neked nagyon szépen köszönjük. Mi fog kiderülni? Rögtön nem így van, egyébként csak titkok. Lilla nevű. Köszönjük, hogy jöttél, külön köszönjük a cuccokat. Egyébként nagyon csúcs vagy, köszönöm nagyon szépen. Nagyon jól állt rajtunk, szerintem rajtad is, és akkor közös álmokfutók, alvajárók, és aki arra jár koncertre, meg hát sőt, azt szeretem saját nektek a rádiótoknak egyébként természetesen, hogy minél több ember, több százezer és több millió ember tudják belájkolni. Azért most nektek, hogy egy vadonatúj vagy másik zenében álmokfutókba és alvajárókat egyben hozzátok és rajtatok, mint szüzek elindunk egy ilyen óriási slágerre. Köszönjük szépen. Én csak köszönöm a lehetőséget. És nagyon jól tetszik, amikor nagyon szépen, baromi jól dumáltok. Egyfolytában én nem szoktam mostanában az utóbbi egy-két hónapban nem néztem, hogy miről beszéltek. Bocs, nem azért, de ilyenek voltak, hát egy szép nap, legalább bejöttem hozzátok egy ilyen, és köszönöm a lehetőséget. Mi köszönjük, szevasz. Köszönjük szépen. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jól árajtott férje ez a zsák egy vidé, és annak különben örülök, hogy 100% arabika illatod lett. Így van, kávé kívül, kávé belül. Na, de egyébként meg gyönyörű kézimunkával készített, nagyon szép. Zsolt, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mi a helyzet a Bugaci pusztán, illetve Kecskeméten? Nem tudom, jelenleg az autópályán vagyok. Na jó, elmentek ti ide nekem az Anna, hogy a Bugac Kecskemét viszonylat. Mit szállítasz? Kartondobozokat, csomagolóanyagot. Jól van. Na, akkor szerintem menjünk is neki a dolognak. Választhatsz, hogy Csabi tegye fel a kérdéseket, vagy a Jani. Inkább én már úgy gyorsabb. Igen, szerintem is tudod, Csabi, nem tudom olvasni. Kérdésem, nagyon szívesen felteszem. Ja, megvan. Legyen Jani. Mert Csabinak tudod, fura az ismeretlen szöveg, minden nap ugyanazokat a számokat olvas, hogy Babi. Atya úristen, mit gondoltok ti róla? Ja, és adjátok tovább ezeket a rossz gondolatokat a hallgatóknak. Na tényleg figyelj. Nem tudnám elolvasni szöveg nélkül, úgyhogy tiéd a pálya. Pasztartóért. Jöhet? Jöhet, rendben. Ki az a háromszoros olimpiai bajnok magyar sportoló, aki a múlt héten jelentette be a visszavonulását? Én felolvastam volna a nevet is, amely oda van írva. Megszólalt egyébként nálunk is itt a héten a műsorban. Ugye tegnap Feri panaszkodott egy picit az első kérdés, ami mondta, hogy egy kicsit nehéz, szerintem ennek könnyűnek kell lenni. Egy fantasztikus sportolóról, egy hölgyről van szó. Kovács Kati. Így van, pontosan. Jó? A következő egy csapkáért jöhet a kérdés? Jöhet, igen. Oké. Milyen mítikus lény látható Wales lobogóján? Az EB-n sokat láthattuk ezt a lobogót. Egy mítikus lény. Egy madár. A Velszi. Hát tud repülni. Néha. Sárkány. Így van. Ez az. Anyós. Ja.
Anyós állat. Egy anyós állat mondta, jó. Oké, a harmadik kérdés az óráért, ez egy picit nehezebb lesz, de szerintem ez kitalálható. Hát, ha nem szoktátok megkérdezni, hogy akar-e tovább? Kíváncsi jellegű kérdés. Szerintem tudni fogod. Figyelj, tudni fogod. A Feri szerint. Én szerint. Megyünk neki. Na figyelj. Melyik fafajta hungarikum? Na. Nem sok ilyen van. Egy. Csak egy. Nagyon büszkék vagyunk rá. Hát, tipikusan hazánkban nagyon sok. Így van. Az EU nem nagyon örült nem neki. Nem örült neki az EU. Akár. Ez az! Ez az! Ugye mondtam, hogy kicsit megrúgdostuk mondjuk a dolgot, de így azért sikerült így neked, Zsolt. Az EU nem örült neki, azt hittük, hogy azt fogod mondani, hogy kerítés létsz. Tipikus magyar. Zsolt, gratulálunk, megvan mind a három ajándék, úgyhogy teljes ajándékcsomagot küldünk neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Szevasz, hello, hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Teljesen csak így magunk között kérdezem, hogy ő... Nem. Ugye? Ugye? Ezt akartok kérdezni. Én nagyon elfáradtam. Figyelj. Én még továbbra is a hatása alatt vagyok, hogy láttam, hogy mutogattál, hogy én is kérdezek valamit, de nem olyan tudtam. Olyan kiképzést tehát, kaptál a Hajrá Magyarokban annak idején, érted, hogy... De nem, hogy mi ott általában a zenéről beszélgettünk, tehát nem, az tényleg nem szólt semmi a bulvárról. Ott tényleg csak a zené, behozta az új dolgokat, beszéltünk róla valahogy, nem nekem tudom, bulik, most... stb. Nekem ez, én tényleg nem jutottam szóhoz, tehát hogy ebben nem tudtam belekérdezni. Talán amikor a zenék felé terelődött a szó, akkor igen. De... Igazából a tempó az, ami bámulatos, amivel a fiú éli az életét, úgyhogy sok sikert, Kozó. Hajrá, jövünk mindjárt a nap. Őt még Zaher Gábor is csak forgatgatni, hogy ez nem meg mi a pöcsön. Nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Háromnegyed tíz van. Én ma már, én nem tudom, ha szerintem menjünk, pihenjünk le. Mindenképpen. Nem tudjuk, ezt a tempót nem tudjuk követni. Na de! Na, szedjük össze magunkat. M0 Birki kihajtón van, baleset, az M0-át nem őt, nem érinti, Andi. Jó. Köszönjük szépen, teljes Csabi figyelem. Csak már van az M1-esen is baleset, Hegyeshalomnál Budapest felé. Azt a minden. Határ után 5 kilométerrel. Tető az autó, lépésben lehet haladni. Tető az autón? Hát tetőn az autó. Ja, bocsánat. Azért, mert ha tető van az autón, az így egy tök átlagos dolog. Hát nem mindenhol. Tehát... Miért az enyémben is van, de le lehet róla szedni. Igen, le lehet szedni. Hú, nyugtassatok meg, visszaviszik, ugye? Ez nem tudom, mire jött. Vissza az üres üveget. Meghallgatjuk a nap legjobb pillanatait. Pimentát hívtuk, aki most már 15 évvel Magyarországon él, de ő egyébként Brazíliában született, és most ott is van, visszament Rióba a szüleihez, de jön majd egy ilyen táborban, van, hogy mi a helyzet a közbiztonsága, mert nagyon sok rosszat hallottunk, és hát egyrészt aggódunk a magyar sportolókért, másrészt azokért a szurkolókért, akik netán ki tudnak utazni. Pimenta pedig egy nagyon-nagyon cuki csaj, amellett, hogy egyébként kapoér a mestre, illetve szamba oktató is egyben. És egy kis fekete notesz kapcsán, amelyben olyan nevek vannak, amelyre a tulajdonosan nagyon-nagyon haragszik, elkezdtük felgöngyölíteni a szálakat, hogy bennünk vannak-e olyan tüskék, amelyek évtizedek óta ott vannak és kiírthatatlanok. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva lesz 10 óra, az 5-ös főúton a 107-es kilométernél a Kecskemét és Kiskun Félegyháza között mérik a Félegyháza felé igyekvőket is. Üdv Krisztián, és ilyenkor szokott jönni az a pillanat, hogy Csabi, hát mi a helyzet veled? Ez sem különös, majd tök jó kis reggeli műsorban voltam, képzeljétek el. Remélem nem sok vizet zavartam. Nem, sőt, nagyon örültünk neked, mi is, meg a hallgatók is. Én azért örültem elsősorban, mert ugye kiderült, hogy az ember, aki azt tudja mondani, hogy is kinek küldöd, azt tud mást is mondani. Figyelj! Én sejtettem. Jó, hát nyilván. Vannak feladatok, mert egyszer hallottam, hogy valaki mondta, hogy... Én azt gondolom, hogy ezt a feladatot így kell megoldani, úgyhogy így csinálom, amióta lehetőséget adnak rá, és amíg így lehetőséget van, tudjuk, adnak rá. Tudjuk, hogy te nem ez vagy, hanem ennél több, úgyhogy azért is örültünk neki, hogy ezt hívjuk a nap hallgatóját. Na, és gyorsan megragadnám az alkalmat, mert van egy James Hetfield nevű fiatalember, aki ma ünnepli az 53. születésnapját. Neki küldeném a Kimásság műsorban a Battery című számot. Köszönöm szépen előre is. De ő azt már annyira unhatja. Igen, jó, nem baj, akkor menjen a Whiskey in the Jar. Azt is. Ja, mindig elkerül. Ah, nem haló. Miért haló? Hanem Morning Show.
Szia, Csabi, oh. Jani, Feri. Szia. Hello. Oh, hello, sziasztok. Bizony, így kellett volna fölvenned a telefont, hogy morning show akkor lenne a jel. Ez anyád. El is szerettem, hogy küldtem SMS-t. Hát ugye a riói témán kapcsán, ugye Pimenta elmondta, hogy azért ott eléggé lehúzzák az utasokat a taxisok, te pedig azt küldted nekünk, hogy a taxisok le akarnak húzni, akkor minek utazzak el? Azt itton is megcsinálja. Adtuk a pontot, úgyhogy te vagy a nap hallgatója, de ajándékcsomag nélkül. Köszönöm. Köszönjük. Sajnáljunk. Ja, van egy csomó ajándékod, na, figyelj. Ja, ezt majd a reklámblogban meghallgatod. Jó, tehát akkor nem észre üres kézzel. Ja, rendben, köszönöm. Na, szia, szívesen. Szia. Van egy kérdés, Csabi, ami el szokott hangzani na, itt a rádióban. Te puszta. Csabikám, remek zenék? Jaj, de régen hallottuk ezt a hangot. Hát képzeljétek el, most, úgy fogok most dalt ajánlani, hogy közben elmesélem, hogy kaptunk egy SMS-t egy-két héttel ezelőtt, hogy van a Szia nevű előadó, akit már sokszor ajánlottam nektek, és ez a Cheap Trees című dal, amit a Szia elkészített így, aztán lett belőle egy olyan változat is a kislemezen, amiben benne van az Akon nevű művész, és hát ugye mi a Szia változatot játszottuk, de nagyon sok helyütt, bulikban, nem tudom, lehetett hallani az Akonöst, meg valószínűleg klip is készült rá, és így nyomták a tévék, és egyszer csak kaptunk egy SMS-t, meg a Facebookon is üzent ugyanaz az ember, hogy az hogy lehet, hogy mi kivettük ebből a dalból az Akont, hogy az úgy drágább, hogyha hogy az Akonnek is kell küldeni lóvét, vagy miért vettük mi ki belőle? Hát mi nem vettük ilyet értelemszerűen, amit a menedzsment, meg nem tudom, tehát a visszajelzések alapján elkezdtünk játszani, az eredeti volt. És aha, aztán most persze megint megfuttattuk a dalt, és kiderült, hogy a hallgatóink szeretik azt is, hogyha benne van az Akon, úgyhogy most ezt a változatot ennek a fiatal embernek. Jó, egy lóról két bőr, ez igen. Nem, de találtunk zsebünkbe egy 20-ast, odaadtuk ennek az Akonnek, hogy hadd használjuk a hangját, úgyhogy most akkor így. Hát többféle változat van ugyanabból a notából, tehát az egyik az A oldalon van, a másik meg a B oldalon, az egyik az Akon, a másik meg a Békön. 0-1-555-0-0, ez Csabi száma. Imádtuk a mai reggelt, köszönjük. Én Csabi. Én is köszönöm a lehetőséget. Máskor is hívunk. Holnap jövünk a főnökkel együtt. De ne gyere. Igen, de ne vállald el, mert akkor nem nekünk ciki. Először megnézem a vendéglistát, hogy kit hívtok vendégnek, jó? Jó, és akkor... És majd utána döntök. Lesz. Mi se tudtuk, szevasztok. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már